uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Itt vagyunk, gyerekek, 6 óra után 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Megvan a távirányító, megjegyzést, ezt kerestem, itt van a pulton. Jaj, de jó. Hát ez hihetetlen. Egy klink távirányító túlélte a délutánt, az estét és a reggelt. Ezt egész nap ezt a családomat egrecíroztattam szegényekre. Láttatok egy távirányítót? Hova tettétek? És akkor kocsiba aludtatok tegnap? Vagy ott is laktatok? Ez egy ilyen külön távirányító, itt van a pulton. Szenzációs. Hello Eszter, hello Feri, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csütörtök van, gyerekek. Túl lesz rajta. Meg tudod csinálni mindjárt. Meg tudjuk csinálni. Óra. Sokat fogunk beszélni, neked keveset kell. Jó, a jelenléted elég. Mit hozzunk? Mit én már csak azt hallom, hogy jön és nyög. Jön befel és nyögött, mondom, itt van. Jaj. És az annál csak ez tőlem nem elvárható bújjátékos ilyettség volt. Jött és nyögött. Mikor ébredtél? Mi történt? Hol tűnt el? 250 perckor pánikszeren ébredtem fel a harmadik ébresztőmre. És ráadásul egy nagyon mély álomból jöttem vissza. Nem is biztos, hogy érdemes volt, hozzáteszem. Balázs is benne volt. Hogy a tegnapi események összemosódtak egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon durvába. Durvára lett. Ilyenkor azt kell, hogy el kell engedni a pontos bejövetelt, azt kell, hogy a gyerekek hétre érkezem, és egy nagyon kényelmes elindulás. Nem ismerem ezt a megfelelési kényszeresen. Egy rossz elindulás megöli a napot, egy kényelmes elengedem a reggelt, és hétre itt vagyok kényelmesen, viszont rózsaszínné teszi az egészet. Úgyhogy legközelebb meg van engedve, hogy azt mondta, a gyerekek, elaludtam, és egy ilyen nagyon laza 3-7-es ébredéssel megjössz, és új ember leszel. Nagyon, nincs rosszabb a sietés beérésnél. Nagyon túlbecsülöd a kora reggeli kognitív képességeimet, mert valójában annyi történt, hogy ahogy felébredtem az álomból, úgy benne voltam ebbe az álomszerű, tudja, ilyen csőlátásban, és azt éreztem, hogy I'm on a mission. I need to go to the mission. Meg kell csinálni a mission. Igen, igen, és hogy amikor már a Petőfi hídon előztem meg a rendőrautót, arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy ezek az öntések azok, amik majd előrébb vizik a mai napomat. Tényleg nem. Igen. Ők is aludtak, tapasztalat. Ezért elengedtek. Nekem évek kellettek, mire elengedtem, de már mikor elalszom, nincs rohanás. Nem kapkodok, azt mondom, megengedhetem magamnak. Ez azért lúszusom, SMS gyerekek, kések, és hétre itt vagyok. És nagyon jó állapotba jössz be hétre. Frissebben, kipihentebben, mert így ma az egész oda. Ma az egész oda. Ne temessük. Van ebben a nőben, ne temessük el. Az, nekem te ne? Nekem te ne? Ez egyik, a másik pedig. Hogy... Cukros vizetet, kávét, inzulid, adrenalid. Én nagyon fel. Ott oda néz, mi jön itt. Profi rádiós vagyok. Oda néz. Azok, köszönöm szépen. Babos. De gyönyörű. Gyönyörű, azt bedöntöd. De figyelj már, te hogy viseled ezt amúgy? Mit? Hogy megjössz, és a Feri saját magának minden reggel készít egy csodálatos salátát. De olyan salátákat nem látod? Láttam, mit csinál. Hogy viseljük ezt? Mi ehhez a hozzáállásunk? Ehhez ki kell alakítani az ellenstratégiát, mert ez nem jó, hogy mit senyvedünk. Totál saláta vár. Csináljak nektek is? Nem kell, nem csinálni, csak... Jó, hála a jó Istennek. Én salátát nem nagyon eszem. Salátát nem az. Én sem értem, de jól néz ki. A fehérjék vannak benne, ami szükséged van. Rostok, hát mi kell még? Egyébként tényleg jó. De semmi bajom nincsen vele, csak mondom, ez egy olyan szintű felkészültség reggel 6 órára egy ilyen salátát összerakni, tehát ez vizuálisan is durván néz ki. Ez 2 perc. Hogy ellenzem, ellene vagyok, szavazzunk. Ha megcsinálunk valamit, csináljuk szépen, de szívesen csinálok nektek is, csak nem mondtátok. Én is oda nézek mindig, és ilyen szégyenletesen elkapom a tekintetem, és rájövök, hogy megint nagyon éhes vagyok. Én most tömegnövelés vagyok, behetek bármit, szénhidrátot, tegnap kiadta az edzőm. Több szénhidrátot, tömeget növelhetek. Fogok járni a Ferélembe. Nekem most decemberig szabad él egy gyerekek, 2000-2500 kalória, ami van, minden mehet. Úgyhogy... De igényes ételeket egyébként kérlek. Hát igényes ételek. Jó alapanyagok, tehát a szénhidrát az ne a ízi fehér kenyér legyen. Ja nem, mert fehér kenyeret egyáltalán nem eszem. Menő. De... Ez a fehér Feri, ez a legidegesítőbb. Igen, az fehér Feri. Ne egyél fehér kenyeret. Mondja az ember, akinek az élete volt egy fehér kenyér, lehetőleg tunkolva. Szóval a testnek a 75%-a ebből indult el, ez volt a csirászatója, nem is értem az egészet.
Igen, de most nekem szabad világon, hogy amit ti megsporoltok, azt is megeltem, gyerekek. Azt is azt megeltem. Mondta, bármit, gyerünk. Azt mondta, hogy bármit, emelt szénhidrát. Látod, milyen az élet, hogy nekünk az van, hogy bármit se, decemberig az adventi body, neki meg bármit is. Én bármit is, gyerekek. Nagyon fejlegesítettem magam valamin, és képzeljétek el, hogy dühösen a játszótéren belettem a sült krumpliba. És ez egy nagyon ismereti dolog volt. Az történt, hogy nem tudom, hogy viseljétek, most elfogom, mert semmi történt, mert nem vagyok abban a helyzetben, szabályozzam magam. Na, kérdezzétek nyugodtan, ne is szabályozz, mondd, add ki magad. Hogy az a lényeg, hogy a lány egy olyan óvodába jár, ahol ömlesztve van a három csoport, a kicsi, a nagy, a közepes. És ez valahogy úgy alakult idén, hogy a lányomnak az összes barátnő elbalagott, elment iskolába, ő volt az egyik kis, de négyen voltak egy nagy barátnők, és ők mind ilyen fantáziajátékokat szeretek játszani, tudod, ilyen világokat építettek, stb. Egyedül maradt kis lány, és 8 fiúval van együtt, akik ugye hát ők már nagyon összeszokottak, mert úgy meg együtt jár iskola előkészítőre, tehát 8 fiú és a lányom. 8 fiú és a lányom. Amúgy a lányomnak nem okoz problémát ott helyet találni, de nem tud hozzá kapcsolódni. Elmagányosodott az óvodában egy hét alatt nagyon durván. Elkezdtek lenni ilyen esti szorongás, hogy nem akar óvodába menni, tudod, így jönnek ezek a gondolatok, úgyhogy ő amúgy imádta meg, te jobban szeret az óvodát, mint engem. És akkor ugye jöttek ezek, hogy nincs meg ez a kapcsolódás. Volt, hogy mentünk ki, te ült ott egyedül szélen, a fiúk meg együtt fociztak, tudod. Jó, hát akkor mit tud csinálni a szülő, tudod? Jó, akkor elkezdtem neki keresni ilyen foglalkozásokat, hogy mit lehet csinálni iskola vagy óvoda után, hogy akkor és akkor elkezdtünk járni most egy ilyen lányos, ilyen tornára, stb. De ott meg mindenki, ez egy iskolában van, ott meg mindenki osztálytárs, meg a haverok, tudod? És igaz, hogy csak kislányok, de ők meg ugye nem veszik be az óvodást. A kicsit, a persze. Kicsit, igen, máshonnan. Ez ugye, ő ezt alapból, olyan letapogató képessége van, tehát egy igazi polip a gyerek, azonnal letapogatta, még akkor is, hogyha tehát azt tudta csak mondani, hogy csúnyán néznek rá, ami nem is teljesen igaz, de érzi, hogy én is látom, hogy távolságtartóak vele. Na, az összes haverja teljesen odájában vissza van a boldogságtól, hogy ők ugye iskolába járnak, és az fantasztikus, mennyi barátnőjük van, ha találkozunk, csak erről szól. És a gyerek tudja, szenvedettől. Én meg itt vagyok, tudja, nagyon dühösen így ebben a helyzetben, hogy hogy oldod ezt meg, amit nyilván nem tudsz megoldani, hanem annyit tudsz csinálni, hogy így, ha elmondod neki, megerősíted a dolgokban, és akkor így végigcsináljátok együtt ezt az időszakot, ahol reméljük, hogy tud majd kapcsolódni valakihez, és akkor ez megoldódik. Csak tudod, ez egy olyan intenzív változás, meg egy olyan, tehát ezt végignézni szülőként, ahogy a gyereked nincs jól, és úgy, hogy tudod, még annyira a kis kezdő ebben az életben, hogy még ne legyen már olyan nincs jól, tudod, szóval, hogy fú, azért ez most ez... Raboljatok egy lányt egy másik oviból, és tegyétek át ide. A 8 fiú mellé. Nincsen sajnos biztosíték arra, hogy ha még rabolok, és ha örökbe fogadnék egyet, még az sem. Még akkor, hogy összeboriznak. Igen, nincs rá, ez nem. Figyelj, 8 fiúval egyedüli lányként, akik egyébként már jó brigádot alkottak, ott az beszélni. Minden csaját üt az olyban. Igen, de elmentek. Mentek hát, suliba. Hoztak újakat, suliba. De azok 3 évesek, tudod, egy 3 éves, meg egy 5 éves nem kapcsolódik úgy, mert a 3 évesek egyébként ott vannak, hogy ez már nem anya, ez itt már nem anya. Tudod, igen. Igen. Az én lányom meg ugye ő már olyan, tehát, hogy ő már nagyon, tehát nagyon el tudja képzelni ezeket a játékokat, nagyon benne van. Na, szóval szomorú, és ilyen igazi melkasi szorongó érzésem, és visszajött az összes saját ilyen kirekesztettség, tudod, érzésem, ami valaha volt gyerekként, és annyira durva, hogy nekik. Hogy ez hogy lehet ezt megoldani? Hát ez egy nehéz helyzet, ez egy kifejezetten nehéz helyzet, jártunk így mi is, tehát ez Bennyvel is, Noárral is, ez egy nehéz helyzet. Hagyod szenvedni a gyereket, kiveszed, átteszed máshova, akkor az megint nem feltétlenül jó. Most átvinnéd egy másik oviba, ahol van mondjuk 5 csaj, hát ő nekik is idegen lesz, és ő, érted? Ott se fog rögtön beilleszkedni. A legjobb szerintem, hogyha a kis volt barátnőivel megpróbáltok összejárni egy kicsit itt délutánonként, akik meg már iskolások, tehát ők is azt mondják, hogy jó, de hát az ovis. Igen, tehát ott megvan közöttük a szeretet, csak közben ugye ők ugye folyamatosan arról beszélnek, hogy ők az új barátok, és hogy egész nap nincsenek együtt, és be kell venni ezt a kanyart nyilván valahogy, meg minden, csak az is, hogy rajta most letett egy nagyon plusz teher, hogy akkor minden nap megyek korábban, érte, megyünk, és akkor megyünk el foglalkozásokra, tényleg már mindent fog csinálni, tudod, nagyon, ez most ez az állása ennek a helyzetnek, tudod, ez most még ilyen nagyon kilátástalan, és az utána megrúgban az egész világon. Ez egy evolúciója a gyermek növekedésének, ilyenből egyre több lesz. Az ilyen típusú problémákból, mert ugye a kiskorában ott vagy, meg tudod oldani. De ahogy nő, egy csomó mindent már nem tudsz teljesen 100%-ban levenni a válláról, ketten tudjátok megoldani, aztán egyre nagyobb része hárul rá, és egyre kisebb része hárul rá. Tehát fura módon ez egy, nem azt mondom, hogy természetes velejáró, de ezek a problémák már óviban, suliban megjelennek, akár egy tantárgyal, akár egy tanárral, akár egy diáktársal kapcsolatban, ahol már te ott vagy mellette, de egyre nagyobb a hátizsák, amit cipelnie kell. Szóval ez egy fura dolog, de ezen végig kell
elmenni. Nem kell, de ez velünk is megtörtént. Ez egy nehéz helyzet. Azt tudod, hogy előbb elhozod, az egy ad egy biztonságérzetet, és abban reménykedsz, hogy előbb-utóbb ott azért bebandázik a fiú közé. Meg ez azért egy ideiglenes állapot. Tehát, hogy nem fog ott maradni, jön a suli nem sokára, jönnek a szünetek. Ez egy teljes év. Na jó, de sok szünettel, délutáni korai elhozással azért ezt le lehet villegni, de ez nem egy egyszerű élethelyzet. És ilyenkor már az élet igazságtalanságán gondolkodsz, hogy miért nincsenek olyan csoporttársai, akik lányok, és akikkel jóban van. Nem, hogy miért van pont nyolc együtt. És arra gondolj, hogy vannak olyan sulisok, akik másikban, harmadikban rájönnek, hogy egy darab barátjuk nincs, ki vannak közösítő, és azt mondják, hogy rendben még 7 év van. Szóval... Hogy van ez a stand-up-tel? Szóval, hogy ez még egy istenes dolog, mert még suliból tiszta lappal új barátnőkkel elindul majd mondjuk fél év múlva. De vannak, akik beleragadnak osztályokba úgy, hogy 6-7 évet húznak le, hogy se kutya, se macska, nem viszik el más suliba, nincs is lehetőség, nincs pénz, nem tudnak váltani, és borzasztó magányosan mennek. Ami nem azt jelenti, hogy ha másnak szar, akkor nekem jobb lesz, de hogy azért ez most még egy isteni állapotok, eltűntek a barátnők, de van egy ovi, ki fogod szedni, jön egy suli, jön egy nyár, jön egy szünet, tehát ez lehozható. De nyilván ez nem könnyű szülőként, akarsz neki segíteni, és nehezen megy be, és szorong, és látod, hogy nehezen válik el, és a biztonságos környezete eltűnt. Igen, nagyon, meg az enyém is eltűnt ezáltal. A másik pedig az, hogy nagyon nehéz neki elmagyarázni, ez nem az ő hibája. Tehát nagyon nehézen megértetni, hogy nem ő csinál rosszat, nem ő viselkedik. Ja, mert ő bennmaradt most még nagy csoportosként még egyszer. Tehát, nem csak ez, hanem az, hogy a gyerekek hogy viszonyulnak hozzá, tehát, hogy nem tud emberekhez kapcsolódni, hogy neki ebből az automatikusan azt gondolja, hogy ő valamit rosszul csinál. Tehát, hogy ő valami hibás. Miért, hogy nem tud kapcsolódni? Az, hogy most például van 8 fiú, akik csak EB-ről beszélnek, fociznak. Ja, értem, de nem kapcsolódási probléma, mert a témához, meg a fiúkhoz nem tud. Nincs közös bennük, nincs bennük közös, nincs, hogy leülnek egyet, és akkor megbeszélik, hogy ha ebben a szekrényben egy tündérvilág lenne, akkor én azt csinálnám, hogy ilyen nincsen. Hanem... És eddig ez volt? És ez az elmúlt évei ebben teltek a halálnőivel. Mondom a példát, olyan, mintha te bemennél egy sakszakkörbe. Vagy felvenne az MTA magához. Vagy egy TV2-s roadshow. Egy TV2-s roadshow. Igen. Nézzenek jobbra balra. Te vagy. Senki nem beszélget velem. Nem vagytok a barátaim. Igen, ez nehéz. És akkor mondom neki, nem a te hibád, de ez nem ezen múlik. Próbál neki elmagyarázni, ezek ilyen kihívások az élet részéről, mint hogy az ember így tenni a mesében, igen, egy 5 évesnek, na, hogy akkor ezt így teljesíteni kell, és akkor majd jobb lesz, meg mit tudom én, és akkor ül kiszomorúan, és mondja, de ez az én hibám. Na, és akkor ne egy ilyen sült krumpit a játszótéren. Csodálkozom, hogy ez egy sült krumpit. És a legkeményebb, hogy egy ponton ez meg egy átfordul abba, hogy elkezd már egy nyuszika, nincs rajta a sapkába, tud a gyerek viselkedni. Amikor az van, hogy köszönöm valakinek szépen, szia, játszol velem, és akkor mondjuk az éppen nem olyan hangulatban van, és akkor már jól van akkor, tudod, nem kell játszani. Tehát és hogy az annyi, jaj, Istenem. Hozd el egy kicsit előbb, legyél érzelmi háttér, és aztán ebbe bele fog rázódni, mert a gyerekek nagyon rugalmasak. Hozzá fog szokni az, hogy egy kicsit egyedül játszik, hozzá fog szokni az, lehet, hogy átmegy másik csoportba, átbandázik. Tehát megoldják azért ezt, de ha te ott vagy, és érzelmileg ott vagy neki a háttérrel, az a legfontosabb. Akkor azért ezzel nem marad egyedül. Holnaptól behozom magammal a gyereket. Hozd be! Tök jó! Mi elbandázunk vele. El vagyunk. Sportolni jár? Azt mondtad, hogy jár. Igen, járunk. És ott nincs egy ilyen kis mag. Most ugye ott is váltottunk egy helyszínt, és akkor azért így... Megint igen, úgy. Igen. De a másik meg, ami szerintem tök érdekes, hogy iszonyat bitangos dumája van, tudom, hogy neki pont ez már mindig nagyon könnyen a haverkodás, és hogy látom magam benne, hogy attól zárnak be sokszor a gyerekek, hogy ilyen nagyon nyitott, igen, nagyon közvetlen, igen. Úgyhogy lehet, hogy gimnazistákkal fogom barátkozni innentől kezdve. Azt kell. Mindenkinek jót tesz a gimnazistáknak is, és a lányodnak is. Komolyabb. Igen. Úgyhogy ez van. Ez a nyomorom. Jól van, de tessék. Jó, hogy elmondtad, kiventilláltad, megoldódik ez, ezek már ilyen igen. Mondom, ebből csak nehezebbek lesznek. Egyre komplexebbek, egyre összetettebbek a problémák. Gyerekek, ma jó sűrű napunk lesz, vendégünk is lesz 8 óra után. Fú, nagyon sok mindennel foglalkozunk, és 9 óra után is vendégeink lesznek, úgyhogy nagyon-nagyon kis sűrű nap lesz ez ma, úgyhogy tessék belerázódni a ma reggelbe, jó? 3 perc ma pontosan 6:30, jelentkezni játékra, ha valaki játszana, és mi pedig akkor bele vágunk a reggelbe. Jó, lesz majd egy nagyon érdekes a vendégünk 8 órától. Én posztoltam, hogy egy könyvről, az ellopott gyerekkorról, erről fogunk beszélni, hogy mi az, amikor egy gyereknek hamar felnőtté kellett válnia egy családban, és aztán az milyen változásokat, neurózisokat okoz a felnőtt létben, atya isten, mekkora víz van.
Nagyon érdekes, nagyon érdekes téma lesz. Kicsit majd az ADHD-ról beszélünk. Kicsit az ADHD-ról is. Igen. Ide-oda csapongunk. Úristen, csak kinéztem itt jobbra, hogy mekkora a víz. Voltál tegnap katasztrofa turistáskodni? Ma megyek katasztrofa turistáskodni. Ma megyek egy ilyen kicsi Dunakanyar lehet, Szentendre, Vác, ma megnézzük jó. Így egy barival. Igen, én is megvártam volna a rendőrség kérését, amit tegnap este rakott ki, hogy ne menjünk, mert akadályozzuk a munkát, veszélybe sodorjuk magunkat. És azt érezted, hogy ezt Balázs betrakták? Ugye? De én ugye? Azt éreztem, hogy beszéltük már tegnap előtt, hogy lehet, hogy kimentek a gyerekekkel, meg minden, és én tudtam, hogy te ezt megvárod, hogy neked ez így kényelmesebb, hogy szól a rendőrség, hogy lehetőség szerint senki ne menjen. Jó, hát és akkor most. Gyere. Nekem nem mondják meg, mit csináljak. Tökre igazad van. Én egy egyéniség kell oda, vagyok. Kell oda egy, kell oda egy ember. Kell oda egy ember, meg hát egyébként is érted, hát ezt tudjuk azért, hogy... Itt vagyok én. Nem kérde szakember. Hát ennyi. Hát ez a jelz, ez a pólómon. Na jövünk mindjárt, gyerekek. Fél hét van, jövünk rögtön a hírek után. És akkor egy rövid szünet. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3-7 lesz, 3 perc múlva, hello! Jó reggelt! Jön a víz, jön a víz. Gyűlvár, mikor tetőzik szombat? Hétvége felé tetőzik a Duna, azt mondják, igen. Lajta már tetőzött, és a Duna tetőzését azt hétvégére. Hétvégére várják, úgyhogy izgalmas. De egységben az ország, mindenki védekezik. A Gáton vagyunk. És a Gáton ott vagyunk, és védekezünk, úgyhogy nagyon. A Nemzet Jánosa ugye velünk van. A Nemzet Jánosa ott van, megbeszéltük tegnap, megtaláltuk. Büfé nyitva van, úgyhogy minden a lehető legnagyobb. Rendben van, gyerekek. Na most mi fog történni, Balázs? Most azon gondolkozom, hogy mit csináltunk mi június 11-én, mert hallottam ezt a NMH-s beolvasott közleményt. Mit ártottunk megint? Mi rosszat tettünk, bíró úr, mondja meg. Hát lehet így dolgozni? Hogy... És mennyibe fog kerülni? Hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Egyre többen. Hogy hamarabb kiteszik a büntető szignált, mint hogy elmondanak nekünk, hogy mit csináltunk rosszul? Tudjuk már, ilyenkor már tudjuk. Tehát ez már csak bőven. Nem szóltatok? Persze, nem akarunk ezzel traktálni. Hát van nekem én elég. Csináltam? Tessék? Én csináltam? Nyakig benne vagy. De mindegy, de kimentettünk, hagyjad, engedd el. Nem érdekes. Nem tedd magad el ezt a termet. És hogy mentett? Elég, ha én ülök ott ezeken az értekezeteken. Nektek nem kell. Addig jó, amíg nem ültök ott. Azért, hogy miben ülsz a szájpecekben? Mesztelen vagyok általában. Már csak nekem már a levetkőzésre időt pocsékolni. Milliónként egy csúnyázás van. Nagyon, nagyon csúnyán elpacsiznak, igen. Ma gyógytorra írja valaki, mire számít csak? Hát semmi jóra, idős bácsikra, nénikre, körülötted, és egy valószínűleg nagyon csinos gyógytorn tanára, ha szerencséd van. Ha nem, akkor... Attól függ, ingyenesen, mert ha ingyenes, akkor valószínűleg egy olyan ilyen szőnyegre is számíthatsz, amit soha nem mostak ki. Ez is igaz. Akkor nem vagy gyógytorn, nem. Megnéztem tegnap megint egy részt. Jól vagyok, haladok. A Nine Perfect Strangers-ba? Nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Szereted? Most jöttek rá, hogy itt valami turpisság van a dologban. Uh-huh, úgyhogy indul a... De oda kell figyelni minden apró részletre, mert nagyon jól összefogadódni az egész egy hatalmas nagy ilyen tűzijátékkel végén. Gyúj, de nagyon várom, nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Egy ilyen retreaten vannak, egy elvonuláson, egy ilyen wellness hétvégén, ahol kiderül, hogy az orosz tulajdonos, egy wellness igazgató, szálloda igazgató nő, valahol az erdő közepén odahív magához, mit tudom, 9 embert, összeválogatja magának, és mikrodózisban gombával kezeli őket. Tudtukon kívül. Tudtukon kívül, de most már rájöttek arra. És hát mindenkiből érdekes hatás vált ki a mikrodózis. Mert nagyon szépen felett építve, újra megcsinálva a helyi gyönyörű, olyan, hogyha tényleg egy ilyen másik világban lennél, és először azt hiszik az ember, hogy ez a hely van rájuk ilyen hatással, hogy jönnek ki, buknak ki belőlük ezek az érzések, meg ezek a szavak. Aztán igen, aztán eltűnik. Kiderül. Igen, pszilocibinnál kezelik őket, a gomba, hát hogy is mondjam, csak meglehetősen érdekes, pszichedelikus. Ezek az erdei találkozók nem szoktak jól sikerülni. Lehet, hogy nálunk is. Az volt annak idején a gomba. Igen, a gomba pörgöltel vigyázni kell. Hát igen, valójában igen, szóval azért az nem... Én nem tartom például a gombát drognak, de hát nyilván kriminalizálva van, tehát drogként tekintünk rá. Pedig nagyon jó meg a sorozat végét, mi lesz belőle. Pszichoaktív szer. Nagyon jó vége lesz, de nem mondhat többet erről, Balázs, mert már ez is spoiler nem, volt amúgy. Nem mondhatom el, igen, nem szabad elspoilerezni. De csak akkor kizár, aki csak elolvassa, ha rámegy egy sorozatra. Csak elolvassa valaki. Ha rámegy egy sorozatra, bár ott sincs leírva, szerintem. Ez spoiler volt, abszolút spoiler. Elspoilereztem, bocsánat. De ez csak egy ilyen kis ajtóval. MDMA-val, Balázs, nem gombával. Ilyen hülye vagy, hülyeséget is beszélsz, nem MDMA-val. A gomba hatóanyaga az, amit mondtam, a pszilocibin, és azzal kezelik el az MDMA, nem pszilocibin. De mindegy, ne vitatkozzunk. Bocsánat, elnézést. Rossz drogosok vagytok.
Nem értetek rossz, hozzá. Rossz, nem, rossz, csak úgy utál, amikor valaki úgy okoskodik, hogy hülyeséget mond. És egyértelmű, hogy nem MDMA-ba bár, nem gombába. Nem MDMA-ba, nem mondj hülyeséget. Mindegy, nem, bocsánat, az a, igen, nem, hogy a végén fognak adni ilyen diánt az egyiknek, de ja, jó, bocsánat, vége. Jó, oké, igen, lehet. Nem tudja valószínűleg ezt, úgyhogy tök igen, ez spoilered. Na most elmondtad hát most a végén. De nincs ez köze az igen, eseményekhez, nem ez de amit ad az elején, az a pszilocibin. Tehát igen, azt el is mondja, abszolút, az a gombának a hatóanyaga, egy pszichoaktív szer, ami egyébként klinikai használatban nagyon hasznos, és nagyon sok féleképpen használják már terápiás kezeléssel. Pszichoterápiában is akár. Hmm. És nagyon klassz gyógyulásokat lehet vele elérni. Én azt gondolom, hogy erről beszélünk csak így önmagában, ez egy ostobaság, hanem akkor legyen az, hogy akkor bevesszük. És akkor rádió. Na? Ilyen csend még soha nem volt. Szerintem ezen, tudni akartok most ez az NMHH-s. Tudni akartok róla, vagy nem akartok róla tudni. Csináljuk úgy, hogy nem. Hogy nem akartok róla tudni, legyen így, megoldom. Legyen az, hogy egyszer csak így meggombázva ülök itt, és elkezdem simogatni Ferinek a sikerben lényét, hogy figyelj, akkor lesz baj, amikor Balázs azt mondta, hogy csináltam nektek reggelit. Jó, jó? Ezt ő is pontosan tudja, hogy soha nem vennénk be egyikünk se. Igen. Szóval, hogy 9 idegen ez a, vagy 9 tökéletes idegen, vagy 9 idegen, vagy valami ilyesmi a címe. Netflixes egyébként. Úgy amúgy, hogyha Ferit be akarnád gombázni. Nem, Amazonon van, igen. Jó, tegyük fel, be akarod gombázni a Ferit, de úgyhogy nem tud róla. Te mibe tennéd bele? Hát ez figyelj, most ezt elmondom neked, de épp az előbb volt egy NMH büntetés, hogyha megvárjuk a híreket, akkor nagyon szívesen elmondom hírek alatt, hogy hogyan lehet. Nekem van egy terve, én rátenném, nem tudom, bőrön is felszívódik, vagy csak szájban? Attól függ, hogy milyen formában, van csepp formában is, maga a pszilocibin, az van csepp formában. De egy a kezemre kened, attól még nem fog? Nem, én a cigis dobozra tenném, mert szó, hogy hozzányúlsz. De okos. Ugye? Most az, hogy beszélgettünk egyszer arra anyám, hogy kit hogy lehetne megmérgezni. Én leszoknék most a dohányzásról. Anyámat bárhogy meg lehet, mert bármit ott hagysz az asztalon, meg fogja kóstolni. Tudod, neki ennyi. De hogy ennél ugye neccesebb a Feri, mert hogy ő válogat, meg saját magán készíti az ételt, ezért sokkal nehezebb törbe csalni. Na de amikor te bejössz, én már ugye bent ülök, kész van a reggelim. Uh-huh. Odamész, csepegtetés, és már hús, mehetünk. Megadtad a saját megoldó kulcsodat. Én egy a saját gyilkosságomat is érted elő segítem. Olyan, mint a labrador, nem? Hogy gyere be, hogy szeretném megölni? Így? Jó, szerintem van ennél jobb is. Segítek. Olyan jó lesz. Móka. Kacagá. Gyerekek, itt van a játékosunk. Halló, jó reggel. Halló. 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 Halló, halló, halló. Sziasztok, jó reggel. Halló, Linda. Szia, szia, halló. Halló, Linda. Halló, Linda. Ausztriában? Így van. Hogy? Mit csinálsz? Mi van ott, ami itt nincs? Most soroljam, van időtök? De inkább a férjed, nem? Igen, a férjem osztrák, igen. Most már 10 éve együtt, 11 éve itt élek. Én ugye magyar vagyok, amint halljátok. Ne csinálj. De. És hát így alakult. De végül is nem bánom. És kim vagy 11 éve Ausztriában, jó? Nem, rossz, azért maradok itt, mert annyira rossz. Jó, hát azt szemellem oda köd, de lehet, hogy egyébként meg szenvedsz, csak ugye a férjed a kis Hans miatt van ilyen. Nem, egyébként Jürgen, a kedvenc nevetek. Jürgen. Ki akartam mondani ezt a nevet, hogy Jürgen. Kivel játszol? Ferivel. Nagyon jó játszott. Tegnap előtt, igen. Egy rendes asszony vagy, köszönöm szépen. De mehetünk ettől függetlenül, nem azért mondtam, hogy lepatincsalak, csak így a... Igen, mehetünk. Mehetünk, igen, persze. Na, akkor 3-2-1, tessék. Volt egyszer egy Linda nevű csajom, képzeld. Te vagy az, lefeküdtünk, Linda. Még nem. Ó, baszki, úristen! Tökéletes játék. Ez nagyon kemény. Annyira izgultam, úristen. Igen, ez hallatszott szívem, hallatszott. Meg az igaz, hogy nem is hallottam a visszaszámlálást. Pedig volt. Nagyon szép mindig hangos. Én hiszek nektek, nem hallott. És rád esett. Annyit hallottam, hogy az Eszter mondta, hogy köszönj, hogy megkímélem, és innentől így valahogy megszakadt, nem hallottam semmit. Hát, csak volt. Minden hát, volt, pedig csak olyan állapotban vagy, hogy nem ment át minden, annyira izgultál. Ott volt, visszaszámoltunk. Igen. Jó, oké, persze, jó, nyilván, oké, köszönöm, nem hallottam tényleg, mindegy, köszönöm szépen a lehetőséget. Gyors játék van, is gyors. Hát, de azért adunk valamit, nem? Igen, van, figyelj, azért örülni fogsz ennek. Oké, köszönöm. Gratulálunk. Az önnyereménye egy 60 ezer forint értékű Livzana vitamin csomag a Benu Magyarország ZRT jóvoltából. Na, mit szólsz? Nagyon jó, köszönöm, ennek is csak a felét hallottam, nem tudom, valami van a vonallal, de nagyon szépen köszönöm.
Nem tudjuk, hogy miért nem hallod pedig. Nem tudom. Van egy vitamin ajándékcsomagod, jó? Szuper, nagyon szépen köszönöm, oké. Köszönöm szépen, hát sajnálom, ez így alakult, úristen. Na mindegy. Nem kell sajnálkozni, én például tökre örülök. Nagyon, hát én ennek még jobban örülök. Boldogságot szereztél nekem. Igen. Oké, küldjük akkor neked a csomagot. Köszönjük, hogy játszottunk. Nagyon szépen köszönöm. Csáó, hello. Nem tudom miért, mi pedig jól hallottuk, vagy jó volt. A zene a fülemben, mi történik? Ezt tudod hallani. Ez a beszélgetésünk alatt megy, csak néha túlnyomom egy kicsit, és akkor egy kicsit hangosabban hallod. Úgy érzem magam, mintha ez már purgatórium lenne, ahol már várom, hogy elmondják, mi lesz a sorsom. De figyelj, mert tudjuk, hogy amúgy, hogy tényleg megkaptuk a büntetést, vagy nem beszéltünk a büntetésről sem. Figyelj, fel, nem is tudom igazából. Annyi van már, hogy nem tudom. Na jó. Nagyon azt a napot, itt valaki átküldte, ugye, mert hogy fölrakjuk téma szerint a kis adásainkat, és ott nagyon vitted a napot, a szomszédaid, mindenféle dolgok jöttek, tehát ez sajnos ez a kés a tetorkodom. Ezt tudjátok, mi lesz? Mi lesz, mi ezt volt? Tudjátok, ez az a szomszédom lesz, aki a nő hangos, a fiú meg nem. Akkor ott volt. Becseteltük, hogy a szomszédot hangosan ez szexelnek. Ez a fickó penetráló szomszédom lesz. Igen. Oh-oh. Ez az a sztori. Ez az a sztori, mikor elmondtad. Emlékszem rá, hogy nagyon durva gellert kapott a történet, és te is, hogy felcsillant volna a szemed. Rárepültünk. Anna, miért jöttél? Hát emiatt. Én is megnéztem, hogy mi volt ez a szexben elhangzott mondatok. Tuti, hogy erre. Erre kaptuk a szexben elhangzott mondatot. Ki hozta be a témát a szomszédjaival? Nem voltak, mi vigyáztuk, hogy olyan mondatokat írtunk, ami nem egyértelmű. A hallgatók írtak, ti olyat írtatok, igen. Mi csak olvastuk a hallgatók mondatait. Emlékszem, néztem rád, és azt mondta nekem, ez nem gáz. Nem tudják, miről beszélünk. Először a vesében láttál. Igen. A francba. Hát akkor mással el, gyerekek. Nem, de... Nem baj, 7-től vízállás jelentés, 8-től mezőgazdasági hírek. 9-től gazdasági hírek. Jézus szíve, partner találkozó. Igen, a Hídgyüli újra várja az újonnan jelentkező tagokat. 8-től árkotásunk, 9-től homokzsákot pakolunk. Mindegy, csak hit legyen Balázs atyával. Na jól van, Annácska, mi ez az adásmenetünkkel, de innen is tudok puskázni. Nyomtatás alatt. Bibók be, a pszichológus, szexuálpszichológus lesz a vendégünk, gyerekek, 8 óra után. És a szülői szerepbe kényszerül gyerekek felnőtt koráról beszélünk majd. Honnan tudod, hogy te ebbe a szerepbe vagy? Milyen hátrányai vannak ennek? Milyen érzelmi működési zavaraid lehetnek, és hogyan lehet ebből meggyógyulni? Nagyon sok ember érintett, aki nem is tudja, hogy miért nincs tartós párkapcsolata, miért nem tud jól kapcsolódni, mi a fene van vele, és miért nem nincs rendben az érzelmi élete. Hát ezt fogjuk majd körbejárni 8. Ez nagyon jó téma, parentifikáció, így hívják. Az Ellopott Gyermekkor című könyvet írta ő egyébként. És erről beszélgetünk. Ez olyan izgi téma. Sokaknak fogunk ezzel szerintem segíteni majd. Olyan kevés jó szexuálpszichológus van amúgy, sőt, szexuálpszichológus nagyon kevés van, úgyhogy most nagyon izgatott lettem. Nagyon jó a téma, meg jó a könyv, szerintem egyébként tényleg érdemes elolvasni. Köszönjük szépen. Érdemes elolvasni, mert szóval jókat mond, és egy csomó mindenki szerintem fel fogja ismerni saját magad. Aha, akkor itt van az elakadásom, itt van a baj, ezen kell dolgozni egy kicsit. Minőségi felnőtt életünk legyen, úgyhogy ez lesz majd 8-tól a témánk, jó? Jó. De is addig? Hát addig meg aztán itt még itt annyi minden a lesz. A hallgatók azt kérik tőlünk, hogy legalább akkor most kérdezzük meg, hogy a tunkolyt ebből lény. Az egy olyan dolog. Azt ki lehet mondani, abban nincs semmi. Az egy olyan dolog, ami szexuálpszichológiai vonatkozással rendelkezik el. Jó, azt meg fogjuk meg kérdezni Bibók, a doktornőtől. Igen, tunkolyt ebből lény. Én szeretem ezt a mondatot. A tunkolyt ebből lény, annál nincs jobb mondat, ami elhangozhat egy nő szájából. Mondjuk, hogy a csípőre van tetoválva. Ez volt. Szex közben, ha elhangzott mondatok, a legdurvább, amit hallottál pár éve, és ott egy pasi megérte nekünk, hogy egyszer egy nőnek ezt volt képes mondani az ágyba, hogy tunkolj, te bölény. Nagyon nagy mondat. Ilyenkor hogy nem fordulsz ki röhögést az ágyba? A tunkolj, hát az minden idők legjobb szava, hogy tunkolj, te bölény. Óriási, de biztos, hogy felvidéki nő volt. Ez nem tudom. Ez nem egy átlag nő. Ez minimum egy nagyon jól olvasott felvidéki nő volt. Igen. Tunkolj, te bölény. Na jó, van, csipogós témák is lesz, igen, ezt többen kérdezitek. Pici külpolitika, óvatosan bánunk ezzel, hogy ne legyen nagyon fárasztó, de 3-4-8-kor hívunk majd egy szakértőt, hogy utána járjunk ennek a Mossadós történetnek. Ugye itt hát izraeli támadás volt, és csipogók robbantak fel. Egészen durva egyébként maga az ügy, hogy mi történt, ugye?
Tegnap előtti hír már, úgyhogy ezzel is fogunk foglalkozni, kicsit kitekintünk és ránézünk a közel-keleti helyzetre. Gyerekek, minden van, itt ma minden van, hát nem gyönyörű, tudok ennél jobbat mondani. Színes az étlap, megbeszéljük majd a, ezt a hát egyébként durva izraeli Hezbollahos, Mossadosos, csipogós, felrobbant csipogós történetet, amikor van magyar szála, de kizültni nincs, áll Isten, tehát azért ez csak egy ilyen. Hát az elkötésben van. Tessék? Nem Zuglóból hozták őket akkor. Nem, ők gyártották, de valószínűleg ugye valami bolgár cég intézte az egészet, de hogy ez a magyar szál, ez mennyire van benne, azért vannak kétségek. Hát vannak, vagy mennyire akarják a magyar rockra terelni, vagy a magyar, hát azért tudjuk a helyzet, ez mennyire akarják, mennyire akarnak bennünket fókuszba rakni. Tehát, hogy ez is azért egy érdekes dolog. De két napja igen, erről hangosít a sajtó. Úgyhogy erről is beszélünk, majd 3-4-kor hívunk egy szakértő gyerekek, kicsit ezt is körbejárjuk. Nem életi szó az elejét. Minden van ebben a műsorban, komolyan mondom, olyan büszke vagyok a kis csapatunkra. Milyen degustációs menüt állítottak össze. Milyen jó szerkesztéssel, jó témákkal, minőségi szórakoztatás. Kérem szépen, amiért a szám, úgyis megbüntetnek. De nincs ennél jobb. Ez olyan, mint amikor valaki megnyer egy meccset, majd lejön az edző, és azt mondja, hogy szarul játszottatok, vagy megnyered a 100 gátat, és elmondják, lassú voltál. Nem érdekes. Mondja, nem volt rossz, de... Jó hallgatott, csak ilyen szeretik ezt a műsort. Igen, 8 millió. De ez, már az... ez nem ilyen? Tehát, lefutottad a maratont, jó időt futottál, de segbe rúgnak, hogy szarul futottál. Hát, oké, nem baj, rúgjatok. Nem baj, ezt a Zsülnek kell kifizetnie, úgy hallottam. Hát ezt már ne Zsül fizesse, mert akkor... Szegény fizetett már eleget. Ez most azért egy... Most 10 évig azért nem kéne neki ingyen dolgozni. Kisebb lekuppantabb. Nagyon jó volt ez, hogy én úgy látom. Panelagátlára, úgyhogy ezt most ne a Zsül fizesse. Én azt mondom, hogy Zsül az, aki felelős mindenért. Ott ül, bármikor kihúzhatná a dugót. Egy abszolút Mossad ügynök. Gyerekek, egyértelmű CIA ügynök. Teljesen egyértelmű. Csendben van és figyel. És közben a Hezbollahnak is dolgozik. Mindenhova dolgozik. És picit Hamas is. Tehát, hogy egyszerre minden a Zsül. Igen, szerintem így van. Fizesse csak ki. Igen. Vajon mi lehet az asszony meg zsiráfa? Hát ez egy jó kérdés. Az is szállói élet. Az is szállói élet, asszony meg zsiráf. Akkor voltál a Szógy meg zsiráf című szállóigénél? Tinder randik, eltűnések, ghostingolások nem voltál? De itt voltam a ghostingolás, de... De volt egy... Jaj, de megvan, emlékszem, megvan. Csak nekem nem akad be úgy, mint nektek, de megvan, emlékszem. Igen, amikor magas volt a csába alatt, és nem válaszolod, mert Szógy meg zsiráf. Az is nagyon nagy mondat volt, igen. Csodálatos. Szeretjük ezeket a szállóigéket. Na, itt vagyunk mindjárt, 2 perc, pontosan 7 óra, egy pici szünet és jövünk már is. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Itt vagyunk gyerekek, 7 óra után 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók. Hello. Van ebben az árvízi védekezésben valami nagyon megható, nem? Ti nem érzitek ennek a szentimentálisabb részét? Hát az túl, hogy fogás. Lionel Richie beénekelt itt nekünk egy pillanatra. Elég nagyon, imádom. Azonnal megjött egy Lionel Richie dal, mert ez az volt, nem a Hello? Ez az volt, így van. Micsoda muzsika, volt. Nem, hogy van ebben valamilyen nagyon klassz. Erről már beszéltünk a héten. De hogy ilyen... a természet megzabolázhatatlan ereje, amikor így bekopogtad, hogy igen, tudom, hogy már tudtok gátat építeni, tudom, hogy megszabályoztátok a folyókat, tudok mindent, de itt vagyok. Én ezért megyek Dunát nézni. Én vagyok az úr, még akkor is, ha más gondoltok, ez az egyik. A másik meg az, hogy tényleg települések mozdulnak meg, aki nem tud zsákot pakolni, az te átvisz, látod a kis híradásokat, vagy ilyen, egy tálca sütiért, vagy sütpogácsát kiviszi, zseni. És hogy igen, a csajok teát főznek, a férfiak homokzsákot pakolnak, a gyerekek ugrabugrálnak a homokzsákokon, de hogy van benne valami nagyon ilyen kollektív, vagy van benne valami nagyon egységes, ez nagyon tetszik így ebben a formában. Nyilván rossz, ami történik, meg nehéz, de hogy közben meg valahogy ilyen egy irányba állás, ez úgy összehozza az embereket egy kicsit, nem? Hogy közös a baj, tréning. Igen, közös a probléma. Ez most egy ilyen nagy csapatépítő tréning együtt, és ezt, hogy lehozza az ország, akkor ez akár ilyen egy ilyen identitást is tud adni, hogy igen, megoldottuk, igen, a mi falunk, közösségünk, községünk, kisebb városunk, Dunakanyarban hány település, Szigetköz, ugye, hát Lajta, Rába, Duna, tehát én nem csak a Dunáról van szó, nagyon sok folyóról, de hogy ez milyen, ugye ebben a politikailag és identitásilag, és nem is tudom, minden, hogy megcibált, megtépázott országban van most valami, ami kicsit elcsendesíti ezt a rohagy meg, te a te káanyád, az én káanyám,
hanem hogy most mindegy, hogy mi a szín. Most mindegy, hogy ugyanez megy, csak közben pakolják a zsák. Persze, felső szinten mennek a posztok, anyázzák, megy az őrület, de hogy közben valahogy az emberek most ilyen egy irányba állva együtt valamit így közösen megoldanak. És ez tényleg, mint egy ilyen országos csapatépítő. És ettől van egy ilyen öntudat. Egy most ilyen... János vezeti az országot. Most János mondja meg, hogy... áll a gáton. Ott áll a gáton. És tényleg minden településnél azt látod, van egy-két ismerős jelken, hogy úgy csendben, de csinálják. Mindenki tudja a dolgát, mennek lapátolni, nők, férfiak, önkéntesek, megy a fali újsághirdetés, hol kell még menni, hol segítsi még, hol lapátoljunk még, és aki kiabált egyet, hogy itt a baj, mennek az emberek és lapátolnak. És tök jó valahogy, az egész, van egy ilyen nagyon jó érzés ebben. Ott mekkora összetartás és összefogás van most, ugye Kisorosz itt azt hiszem körbezárt a víz, tehát sebe, vagy légi úton tudsz közlekedni, de hát helikoptere szerintem kevés kisoroszi polgárnak van, vagy még ugye csónak ezzel lehet. Hogy ott milyen összefogás van, amikor körbe vagy zárva, nem lesz sok mondjuk 3 nap, de azért úgy elgondolkozz, hogy hú, anyjuk, van-e itt honlisztünk, nincs, akkor menj át a szomszédba, kérd, mert hát, ha van. Igen, ez aztán lopja, azok úgyis kiköltöztek. Hát ott csak hétvégén jönnek, most biztos. Igen. És látod, hogy persze írja valaki, hogy megy a fikadobálás, meg az egyik politikus osztja a másikat, hogy miért nem ott védekeznek, meg miért nem így. De most az átlag emberről beszélek, hogy ebben van valami nagyon közös. De egyébként én ezért megyek. Ma is megnézni barátkozni is, igen, meg a folyót, megnézni. Na, pakolunk, látom, egy irányba tartunk, szervusztok, látom. Szevasztok, és visszaszállok. Szápisukák, hozzá meg nekem, rendben vannak. Gyurcsány Orbán, két jó barát, igazán vannak. Péter, te jössz, akkor hogy is lesz? Hogy is vagyunk a száni magyarokam, aztán pakoljuk azok a dobogságokat? Kamillát kérdek, vagy valami más, fekete te az? Nem, a folyó ereje meg energiája érdekel leginkább. Nézd meg a Szentendrei víz is már, hogy kim van, a gátak fogják. De ugye valami olyan elemi erő van ilyenkor a természetben, hogy ezt így elpuhányult, ilyen kicsit megfáradt városiként, aki néha hideg vízbe merül, meg egyszer-egyszer erkélyen alszik, és így próbál csatlakozni önmagához, meg a természethez, meg a teliholdhoz, az meglássa azt, hogy milyen ereje van a folyónak, hogy úristen, milyen szép ez, hogy ennyire eltávolodtunk a természettől, de ez a visszatalálás most, akár ilyen víznél, ez ennyire megmutatja, hogy micsoda erő van ebben a természetben. Tehát árvíz meg van, a folyóban. Musolnak a kutyák. Végre tudok aludni. Sebestyén Balázs. Igen, az a rohadt kutya se ugat már. Elmondtam már, mit csinálnék azzal a kutyával. Elvitte a vicc. Így is van. Említettem azt a kutyát, hogy mit csinálnék vele szívem szerint, ha még egyszer ugat. Szóval, hogy igen, azért megyek ma is. Már be van azonosítva a kutya, úgyhogy... Megszereztétek a személyazolvány számát? Azonosítottuk, lokalizáltuk, úgyhogy hagyd ne mondjam meg, hogy mi lesz a sors. Hogy kiből lesz kolbász holnapra. Igen, elmegy a víz, nem lesz semmi változás, ugyanaz a szar marad. Igen, lehet, de pont ezért élvezzük most ezt. De milyen jó lenne, ha tanulnánk élvezzük, tehát nem akár más kárát élvezzük. Tessék? Hogy milyen jó lenne, ha tanulnánk be, tehát igaz van a hallgatónak. De hogy ezt azt, miután elment a víz, azt megtartani, hogy gyerekek, nem jobban haladtunk, mikor így vált-válnak vetve együtt mentünk az ár ellen? Ennyire olyan nem vagyok jó. Naív, vagy hogy is jó lenne csak. A nagy tanítás, érted? Itt van a természet, megadta a nagy tanítást, jegyezzük meg, vigyük tovább. 2 év múlva választások, viccelsz. Itt most fordulunk rá az igaz a hard időszakra. Most jön a neheze, már végig csináltunk egy párat, tudjuk, hogy azért az utolsó egy másfél év az nagyon hard, úgyhogy... Úristen, itt nem számít, nem felkészülve. Igen, nem számítok javulásra. Itt most nagyon cudar dolgok lesznek. Kemény lesz, de most ez most valahogy így a víz meghozta a csendet. Nem? Egy ilyen csendes, szép, kollektív védekezésben most egy kicsit mindenki ezzel foglalkozik. És ez így, ebben van valami... Nem is tudom, valami igazán nekem szép. Nekem csak a plakátkampányt engedjük el, jó? Az ne, legalább a közszerületeinket hagyjátok békén, igen. Ott az internet, ott azt csináltak, amit akartok, tudod, tényleg, hadd szóljon. Ott a tévé, ott a rádió, az internet. Nyomjátok. Igen, menjetek a partizánba, öljétek egymást, csak hagyjátok békén a villanypóznáinkat. Szabadságot a villanypóznáinkat. Póznát a világnak. Igen. És itt emlékeztek, itt előttünk a hegy alján, az önkori választások után 2 hónappal még ott mosolygottak egy előjelölt. Én ezt az egészet ezt nem támogatom. Ez annyira, ez terror. Hát ez egy vizuális ízlés elleni, ez minden ellen, környezeti, vizuális, ez mindenfajta terror, igen. A gyerekem meg egyszer megkérdezik, mi van a plakáton, meg fogom, hogy keresjük ezeket az embereket. Személyesen gyerek. Így van. Na gyerekek, egy kis vidámság, mert hogy azért már lesznek komolyabb témáink is. Ig Nobel-díj, megvan az Ig Nobel-díj, hogy ki kapják? Az Ig Nobel-díjat, ez egy létező díj, ugye azok a kutatók kapják, akik hát fura dolgokat fedeztek föl, fura dolgokat kutattak. Mint a köldökszöz eltávolító gép? Nagyjából, mint a köldökszöz eltávolító díj, igen. De van egy kitétel, hogy ezt megkap. Tehát nem elég, hogy ilyen jókat találsz ki, mint a köldökszöz eltávolító gép. Az a lényeg, hogy a végén meg kell, hogy halljál. Tehát a köldökszöz eltávolító gép remek ötlet,
De csak akkor lehetsz ilyen Nobel-díjas, így Nobel-díjas, hogyha az téged átszúrt közben. Értem. Szóval, tehát most valami nagyon hülye halál kell hozzá. Azt írek, hogy jelentése alantas, fölösleges, semmire való. Így van, alantas, fölösleges, de mégis odaadják. 10 bizarr tudományos kísérlet kapott elismerést, amikor általában fölösleges dolgot kutat, de van egy-két elmáborott tudós, aki ezt mégis kutatja, és ezeket megpróbálják vizsgálni. És ez egy tudományos díj egyébként. És tényleg kutatók vizsgálják ezeket a dolgokat. Egészen fura, hogy emberek évtizedeket szentelnek valamire, aminek nincs igazából nagyon értelme, de mégis kutatják. Szerintem ők az igazi szabadságharcosok. Szerintem ők jó arcok. Ők hisznek valamiben. Nem engedélyen csinálja. Igen. És az Ig Nobel-díjon, magán a díjon pedig egy gumicsirke van, aki megpróbálja lenyelni a saját tojását. Igen. Értelmetlen, használhatatlan vagy bulatságos tudományos eredményeket ítélnek oda, amelyek először megnevettetik, majd elgondolkoztatják az embereket. A legfrissebb Ig Nobel-díjasokat az MTI tartott ünnepségen vették át elismerését, a Massachusetts-i Műszaki Egyetemen vették át az elismerést, tehát át is veszette az elismerést. Fia haver, fölösleges volt, használhatatlan, nevetünk is rajta, de itt egy díj. Ez megalázó vagy nem? Imádom. Imádod? Imádom. Ugye, hogy az életművet így fogják a végén honorálni. És aki még el is megy érte, az jó. Tehát nem? Tehát, hogy bátran vállalod, ha hogy van. Te ezt kutattad, ez vagyok én, köszönöm szépen. Ha van irodalmi Ig Nobel-díj, kérem. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy ez az egyetlen díj, amit bármelyikünk kaphat, szerintem. És örömmel átvennénk. Igen, bármit. Igen. Na, igen. Mit találtál, miket kaptak? Na figyeld, itt van például demográfiai kutatásban Dr. Saul Newman az Oxfordi Egyetemről nyerte el a díjat. Ez nem lehet egy hülye csávó. Tehát az Oxfordi Egyetemen tanít, kutat, nem lehet hülye csávó. Megnyerte, figyeld, következőt mutatta ki. Kimutatta, hogy a különlegesen hosszú életet élő emberekről szóló állítások nagy része olyan helyekről származnak, ahol pocsék a születési és halálozási nyilvántartás, gyakoriak az elírások és a nyugdíjcsalások. Emiatt az egyedi esetektől kezdve egészen az átfogó népességi gyakorlatig nincs értelme az öregkori adatoknak, és valószínűleg nagyon sok öreg ember nem olyan idős, mint amilyennek mondja magát. Köszönjük szépen, mennyivel vagyunk beljebb, ugye? Amikor minket nyugati embereket azzal riogatnak, hogy nézd meg, itt van a kínai bácsi, aki 137 éves, vagy a szecsváni tartományból jött Irma néni, aki 204, valószínűleg csak egy születési csalás. És egyébként 72. Hosszú évekig kutatta. Csak ennyit mondani. Igen, hosszú ideig kutatta. A kék zónának befellegzett. Igen. A kék zóna gyakorlatilag egy adminisztratív anomália. Azok az idős nénik, akik ott mennek felfelé a szicíliai lépcsőkön, mondom nektek, hogy hát 60 évesek valószínűleg. Igen. Azt mondja, hogy anatómia. Itt az anatómia. Roman Konzari professzor a Párizsi Egyetem Kórház koponya és arcsebésze kapta, mert megállapította, hogy a legtöbb ember hajában található forgók, figyeld, megőrülsz, a legtöbb ember található forgók az óramutató járásával megegyező irányba forognak. Hát nem hiszed, hát de mennyire jó arc. Hosszú évekig kutatta a déli féltekén, az óramutató járásával ellentétes irányban gyakoribb a forgó. Akkor ez ugyanolyan, mint a lefolyó. Tudod, hogy itt így folyik nálunk, és a déli féltekén fordítva folyik le a víz. Egyébként a magyarázat érdekel, hogy miért. Az éjszakiban miért pöröksz így, miért van a forgó más irányban. És neked ez érdekel? Engem a feleségének az életminősége. Érted? A csávó évtizedekig kutatta a forgót a fejen. Nem, a felesége, hogy feljövő az anyját, amikor megismerkedik, anya, találtam egy tudós magamnak, kutató tudós, ez nagyon durva lesz az egész. Szuper, végre egy olyan ember, aki méltó hozzám, intellektuálisan snit, 15 évek később ülnek az átszélén. Zsömmikém, mutasd, hogy van ez a forgó? De most akkor ez merre megy, ez jóra? De érted, ő egyébként egy arc és koponya sebész, tehát valószínűleg egy baleset után helyre tud állítani egy csomó dolgot. Tehát de az nem érdekli. Az nem érdekli, igazán azt csinálja, mert elvárja tőle, hogy az egyeteme vagy a kórháza, és közben forró nyári délutánokon kutatja a forgó. Imádok. És ebben hosszú évtizedek vannak. Tehát ez nem az a csáv, hogy fél évig ezzel foglalkozott. Publicisztikát nagy meló van. Kutatják. Ma mi volt? Ma megint hazajött. Mi volt? Ma megnéztem egy svédnek a haját. Ma minek? Ma egy, nem tudom, egy csádinak megnéztem a haját. Nem fogod elhinni a metró, mit láttam? Volt egy embereknek kétfelé ment a forgója. Igen. Kémia kategória, tessék, fél, mutatom. Kémia kategóriában francia és holland kutatók az alkohollal itatott giliszták viselkedését hasonlították össze azokkal a fajtásaikkal, amelyik a szokásos táplálékot kap. Zseni, gyerekek! Zseni! Őszerintem ők az igazi harcosok, akik azt mondják, hogy 30 évig kutattam a nettó hülyeséget. Mit csinálsz? Alkohollal itatom a gilisztáimat. Én azt szeretem ebben, hogy ez kvantitatív és kvalitatív egyszerre. Igen. Minden tud.
A kísérlet során összeengedték a józan és leíthatott gilisztákat. Arról készítettek elemzést, hogy mennyire egyszerű szétválasztani egymástól a különböző állapotban lévő állatokat. A díjátadáson a kutatók giliszta jelmezé jelentek meg, egyikük ittasan, a másikuk józan de állapotban. De menő! Igazán jó és arcok. És be is öltözöl gilisztának. Igen. De kár, hogy nincs leírva egyébként, hogy hogy viselkednek a részeg giliszták és a józan giliszták. Tehát máshogy kúszik, máshogy megy, mennyiről a cibódik. Ne csapkodjál már! Ismerkedni próbál, vetkőzik, szexuális aktusra kényszeríti a józan? Tehát, hogy mit csinál egy részeg gilisztát? Görögnek, így jobbra-balra, nem? Meg ugye arról szólt a kutatás, hogy hogy választott szét őket, hogy könnyű őket szétválasztani. Ami megint nem tudom, hogy mire jó. Hát nyilván azért. Érted? Tehát a józan gilisztát, a részeg gilisztától könnyű elválasztani. Na ezt, de hogy honnan, de mit csinál egy, de valamit csinálnia kell akkor a részeg gilisztának. Hány tatja magát valószínűleg? Hány tatja magát, vagy hasonló? Igen, hogy itatták, mivel fecskendezték be az alkoholt, mennyi meló van ebben, gondold, egy két csávó kitalálja, figyelj! Add már azt a petisézést, mit csinálsz? Berakom egy kis vodkába. Ó, jó, és erre elszállt. 10 évet elköltöttek erre, érted? Csodálatos, de lehet, hogy csak betesznek nekik zenét, berakják a Sexual Revolution-t, és aztán meg táncol rá az részeg. Igen. Figyelj, az amerikai James Liao az élő és döglött pisztrángok úszását tanulmányozta. Megállapította, hogy a folyóban sodródó élettelen pisztráng egy nap alatt ugyanakkor a távolságot tesz meg, mint az élő. Teljesen a különbség annyi, hogy az élő pisztráng sokat úszik keresztbe a vízbe. De ez mennyire rossz fényt vett, amúgy az élő pisztrángoknak az egész munka morájára, amit beletesz, nem? Mi a francnak? Mit küzdesz, érted, akkor ugyanazt, amikor, mint a döglött lennél? Nagyon, de iszonyatosan jó arcok. Iszonyatosan jó arcok. Valószínűség számítás kategóriában több nemzet szakember részt vettek. Hollandok, svájciak, franciák, belgák, csehek, németek, magyarok. A neveket nem hozták nyilvánosságra. Hát a fiziológiát ki ne hagyd. Igen. Nagyon fontos. Azt is olvasom, azt az eredményt. Akik azt bizonyították be, hogy egy pénzérme a feldobás után nagyobb valószínűséggel esik arra a felére, amelyiken a feldobás előtt volt. Adjatok egy pénzérmet. Tehát ha te fejet akarsz, igen, akkor fejre kell tenned a feldobás előtt, nagyobb valószínűséggel lesz fej. Ennek az igazolására összesen 350.757 alkalommal dobtak fel pénzérmét, és dokumentálták az eredményt, nagyon durva. De ez beigazolta a mondás, hogy what comes around, goes around. Tehát ahonnan indulsz, gyakorlatilag érsz vissza. Igen. Nekem azt mondta valaki, és nagyon okos ember volt, hogyha nem tudsz eldönteni egy élethelyzetet, hogy mit csinálj, akkor dob fel egy pénzt. És a feldobás pillanatában figyeld meg, hogy melyiknek örülnél jobban, amikor leesik, mert azt akarod valójában. Mennyire zseni? Hogy a feldobás pillanatában fogsz rájönni, Isten legyen fej. És azt az érzést figyeld meg, azt akarod jobban. A vagy B, földobod, aha, és amikor repül a pénzért, mert magadat figyeld. És már mindegy is, hogy fej lesz, az mindegy, a lényeg, hogy fej, dobjál föl egy pénzt, és jó, aminek jobban drukkolsz, azt akarod, mert ott elő fog jönni, hogy melyiket drukkolod. De várj, de mi lesz az írás, és mi lesz a fej? Írás és a fej. Jó, mondom, az írás. Írás. A tiéd lesz a legtökéletesebb adventi buddy. Okay. Jó, fej, plusz 3 centi, ott ahol senki se látta. Fej. Ne dobáljuk, ezt fej. Ma összefosod magad. Jó, oké. Kíros lámpa, ne beszassz. Jó, most mondj olyat, amiből még lehet valami. Igen, figyba szűkületed lesz, és összefosod magad egy piros lámpánál. Akkor fej. Legyen ez akkor ilyen az írás. Ha nem esik le a pénzérben, akkor mindkettő. Akkor epilepsziás rohamban fosod össze magad. Melyiket olvassam még? Demográfia kategória? Azt mondtad, demográfia kategória? Nem, a fiziológia. Ott egy egész rövid sor. Fiziológia kategóriában Ig Nobel-díjjal tüntették ki azt a japán és amerikai tudóst, akik bebizonyították, hogy a nagyobb termetű emlős állatok képesek az ánuszokon keresztül is lélegezni. Igen, ez rám is igaz. Fogva szállt. És még mindig magánál van. És egy kilégzés volt, és nem ott, ahonnan vártad. Honnan jött? Már lezárult a kísérlet. Ne köhögj már. Engedd már el a száját. Eszter. Azon gondolkozom, hogy mivel számít nagynak egy emlős? De tényleg is, hogy vizsgálta? Meg hogy jut eszedbe egyáltalán a föltevés? Induljunk el innen. Igen. Látsz egy elefántot. Befogod az ormányát, és hallgatózol a seggénél? És mindig. Ott egy puma. Fogd le a száját, Johnny, én oda tapasztom a fülem az a seggéhez. Hőmérőt teszek bele, szélvizsgált? Milyen műszert kell beépítenem az emlős fenekébe, hogy lássam, hogy kibejár a levegő. Ezek ezen mennyit gondolkodhattak, gondold el. Ez nem mondom, eredem, amikor volt régen, tudod, hogy a tükröt az orruk alá tartották.
próbálják egy levegőzést. Van egy gyorsíró szírem, hogy az orránál semmi nem volt, de a segélynél. Johnny, ma te mész be az oroszlán ketrezbe egy tükörrel. És mit kell megcsinálni? Tartsd a segélyhez. Ma én befogom a száját. Igen, én befogom a jegesmérdő száját, ma te mész a tükörrel a segélyhez. Tehát, hogy ezek ezen mit melózhatnak, gondold el. Egy japán és amerikai tudós. Nem igazán jó arcok ők. Azt mondják, nem érdekel annak komoly kutatás. Mi ezekkel vagyunk elfoglalva. De ez miért nem komoly? Amúgy gyakorlatilag meggyógyították az embereket, akinek szájlégzési problémáik vannak, Ferenc. Nem kell neked ezzel foglalkoznod, hogy orrlégző legyen, hát lehet seglégző jó. is. Jó. Ha működik, akkor csináljuk. Igen. Igen. Hogy fogsz átszoktatni? Hát majd ezt Balázsra megoldjuk. Ez lesz valami. Igen. Voltak posztumusz díjakat is. Egy 90-ben elhunyt csávónak azért adták, hogy ő azt vizsgált, hogy lehetséges a galambokat felküldeni a világűrbe. És elismertek egy amerikai posztumusz díjjal, aki még a 40-es években azt állapította meg, hogy a tehenek több tejet adnak, ha a hátukra ültetnek egy macskát. Figyeld, aki ilyetében leugrik, amikor a közelében kidurantanak egy papírzacska. Hát én imádom ezeket az arcokat. A legjobb fejcsávok a világon. Mit csináljuk? Ültess a tehére egy macskát. Hát, ha többet tejjel. Hát, nem ad többet. Nem ad többet. Mi lehet? Mi ijesszük meg a tehenet. Szerintem úgy van, szóval nézzük a tehenet így egy ilyen kerti székre. Kevés lesz. Az nagyon kevés. Kevés lesz. Tegyél a hátára egy macskát. Mit tudunk a hátára tenni? De jó ötlet. Mi ez? Macska legyen? Igen. Most ugorjon le a macska, nagyon jó. Ijeszd meg a macskát. Ez az. Hány papírzacskó, hány tej, hány liter, hány macska, gondold el, mit szakköröztek ezek, mire ezek rájöttek el. Milyen idegben volt a tehén a végére. Nem úgy van, hogy kussolhatok, mint a tehén, de csak hagyjatok békét. Igen. Azt mondja, hogy bárki pályázhatik egy Ig Nobel-díjra, ha olyan kutatás végez, amely először megnevettet, utána gondolkodásra késztet, és a másik kikötés azt mondják, hogy csak olyan témában szabad vizsgálódni, amivel még korábban nem foglalkozott senki. Tehát te nem veheted át a részegi liszták kutatását, neked újat kell hoznod, és azt kell kutatnod. Zseniális. Na jó, de most a piacát. Akkor viszont gyerekek, haló, azonnal alakuljunk át tudományos akciócsoportát. És egy évig minden reggel vizsgáljunk valamit, és nem, küldjük be. Nekünk ez nem megy, Balázs. Mondok egy fontos dolgot, amitől ez menni fog. Erre van pénzügyi támogatás. Ezt valaki finanszírozza. Hogy, hát valamiből finanszírozod azt, hogy a nagyobb méretű emlős tud-e a seggén át lélegezni. Nem magadtól mész el szafarira. Persze. Engem az érdekel, hogyha ráteszik a piócát, és te berúgsz közben, akkor ő is berúg? Ha egy évig vizsgáljuk minden reggel, akkor be tudjuk küldeni Ig Nobel-díjra. Vissza tudjuk hívni a piócás nőt? Vissza. Jó. Igen. Nem lehet, hogy azért a több tejet, mert a seggén veszi a levegőt közben, ahogy leugrik a macska. Hú, nagyon, én nagyon szeretem őket. Ők az igazi jó arcok. Megtaláltad a saját társaságodat. Meg. Nem? Ezekkel az arcok én nagyon jól ellennék. Gondold el, minden a sírnak a rögéstől, és úgy kutatnak szerintem közben. Szerintem ők nem. Nem? Szerintem ők tök komolyan jegyzetel, Excel tábla van nyitva, és ő ezt, hogy írja szépen. Tehát az a baj, hogy értelek, hogy tudnál csatlakozni hozzájuk, de ezek tök komoly arcok. Tök komoly arcok, egy Petri Csészével fehér göpenyben 15 éve jó, a részeg gilisztákat vizsgálják. Na, a gilisztás biztos, hogy nem komoly, mert hogy vett át a díjat? Részegen. Részegen. Igen. Na, az oké. Okay. Na, jövő mindjárt. 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után. Itt vagyunk, 3:48 lesz, 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van mávos rovatunk, van egy pici külpolitikai rovatunk is mindig, ha olyan történik, elemzőkkel, szakértőkkel próbálunk egy-egy témát körbejárni. Előtte gyorsan egy időjárás, Ferenc. Nagyon jó, 21-26. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatta a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és gázkazánok forgalmazója. A szerelvénybolt.hu. Na, és ugye hát ez egy-két napja itt felkavarta itt a magyarországi árvízes híreket, ugye, hogy mi történik itt a Közel-Keleten. Ugye tegnap előtt olvastattátok ti is, hogy Libanonban és Szíriában a délutáni csúcsforgalomban az üzletek zsúfoltak, tele voltak emberekkel, az utcákon komoly forgalom volt. Ugye egyszerre szólalt meg több ezer személyi hívó, és szemtanúk szerint mintegy 10 másodpercig jelzett nagyjából a készülék, majd felrobbant, szokasz szemsérült, a torok sérült, az ágyék és csípő sérült. Rengetegben ugye az arcukhoz közel emelték, hogy elolvassák a szöveges üzenetet. Miután megnyomták az elnémító gombot, ami szintén aktiválta ugye a detonátort, és a személyi hívók felrobbantak. Körülbelül
más források más írnak, de kb. 3-4 ezer csipogó robbanhatott föl nagyjából egy időben, és a Libanon Hezbollah által ellenőrzött területeken, valamint Szíriában gyerekek haltak meg, 3-4 ezer sebesültről beszélnek, több százan vannak válságos állapotban, és az akcióban ugye Irán Libanon nagykövete is megsérült, és hát ugye a Hezbollah már nyilatkozott, meg már sokan mások is, hogy távirányítós támadás volt tulajdonképpen. És itt az egészségügyi miniszter nyilatkozott, hogy körülbelül 3000 sérült, 12 halott köztük gyerekek, súlyos, körülbelül 300 súlyos sérülés, végtagamputációk, 400-500 műtét, és 1800-2000 kórházi kezdőle, és körülbelül 10-20% kritikus állapotban van. Tehát, és hogy erre jött még rengeteg a tegnapi civil mentőszolgálatos orvos, akik szintén használták ezeket a csipogókat, mert ugye ezt nem csak terroristákat akartak likvidálni, vagy nem úgy sikerült, hanem hát rengeteg civil. És az aztán meg még a bókítókik, ugye az átbeszélők. Hát figyeljetek, hogy döbbenetes, ezeket tavaly, azt hiszem, novemberben vásárolták. Tavaly novemberben vásárolták. És ha ezt már gyártáskor beletették, akkor ez egy közel egy éves terv. Igen, igen, szóba jött ugye egy magyar szál, amiről kiderült, hogy ez valószínűleg csak egy fedőcég, itt a tájvani cég az már természetesen magyarázkodik, hogy semmi közük, miközben már az izraeli különböző sajtóorgánumok egyértelműen lenyilatkozták, hogy ez tulajdonképpen az izraeli titkosszolgálat akciója volt, nem is csinálnak nagyon belőle titkot, aztán különböző helyekre próbálják a fókuszt terelni, akár mondjuk Magyarországra is, tehát kiderült, hogy ugye nulla alkalmazottal, vagy egy alkalmazottal 2022-ben alapított cég által ez valószínűleg egy fedő sztori, tehát nem itt került bele a bomba. Érdekes, hogy hány feltételezés és milyen szálak vannak a dologban, minden esetre szörnyű. Nyilván válaszcsapás van, nyilván eszkaláció esetőség áll fent, mi ezt a helyzetet próbáljuk egy kicsit elemezni, hogy mi történhet, vagy mi lesz ennek a folytatása. Bolgár cég, most az az új hír, aki ezt gyártatta, vagy gyártotta, és ugye ez a magyar cég, akit itt ti is írtok nagyon sokan, szóba került, valószínűleg valami fedő sztorit végzett ebben, de lehet, hogy nem is tudta, hogy mit végez. Szóval, hogy nagyon bonyolult az egész dolog. Meg pont én mondom, van egy, vagy van egy olyan belis külpolitikai helyzet, ahol megpróbálják Magyarországot belekeverni egy ilyen külön helyzetben, mert valószínűleg nem volt benne, mert hogy azért látjuk a nemzetközi és a belföldi politika alakulását, ami nem feltétlenül jó. Igen, itt ugye az a tájvani aranyapolló cég, ami most készül beperelni egyébként Izraelt, milliárd dolláros pert indítanak az izraeli kormány ellen, ami ugye elismerte, hogy a Mossad tette be a robbanóanyagot Tel Avivban, ezekbe a csipogókba, és megpróbálják ugye erre a tájvani cégre nyomni. A tájvani cégekben tudjuk, hogy azért Amerika nagyon durván benne van, tehát egészen érdekes konstellációk és együttállások vannak egyébként. Nagyon sokan kérdezitek, hogy miért használnak még csipogót. A Hezbollah egyik vezetője tartott egy ilyen beszédet, ahol elmondta, hogy a mobiltelefonok ugye nagyon veszélyesek, mert lehallgatható az okostelefon, mint tudjuk. Ez meg nem lehallgatható, tehát ezért váltottak ők erre, hogy ezen keresztül kommunikáljanak. Igen. Közben az izraeli média már azt írja, hogy ezek Motorola személyhívók voltak, és 20 gram PET-n, azaz a pentatritil tetrenátort ültettek be a Motorola személyhívókba. Tudomásuk szerint egyébként Tel Avivban, és hogy a Mossad hadművelet az 5 hónappal ezelőtt telepítette őket, majd Libanonba küldte ezeket az eszközöket. Tehát, hogy képesek már ugye ilyenekre. De hogy eddig ez volt már ilyen telefonba telepített haláleset volt már, hogy valakit úgy likvidáltak, hogy megszólalt a csipogója. Itt a nagyságrendje, a volumen és a civil áldozatok száma az, ami igazán meglepő, hogy egyre inkább eszkalálódik a dolog. Ezeket a személyhívókat azt nyilatkozzák, hogy főleg kórházakban használják orvosok, nővérek és mentősök is ugyanezeket a személyhívókat, amiben szintén volt robbanóanyag. Tehát nyilván oda csapnak, ahol fáj. Itt a civilek belekeverése az ugyanolyan cél volt, mint hogy mondjuk vezéreket vagy terroristákat likvidáljanak. Hát azt nem tudom, hogy ez cél volt-e. Nem lehet, hogy csak ezek az eszközök, amit egyébként a Hezbollah vásárolt, kikerültek. Vagy benne volt az is, hogy... Nem tudom. Hát ezt fogjuk mindjárt itt szakértőtől megkérdezni, hogy hova vezethet ez tulajdonképpen. Úgyhogy mindjárt hívjuk Tárik Messzát, az Eurázsiai Központ és Migráció Intézet vezető kutatóját. Jó reggelt, hello! Többször beszéltünk már vele. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Nagyjából itt voltál, hallottad a felvezetést. Van most valami új hír, amivel ki tudod egészíteni, vagy valami friss információ, amit mi esetleg nem mondtunk? Hát elég sok friss információ van, ugyanis most már több különböző robbanássorozatról beszélünk, és kedden volt ez a nagyobb volumenű, amikor több mint 3000 ember megsebesült,
és a halottak száma az 12-re emelkedett időközben. Valamint szerdán volt egy ugyanúgy hasonló eset, ott már 20 ember halt, meg is 450 ember sebesült, és ott már nem ezek a személyhívók robbantak fel tegnap, hanem a ilyen walkie-talkie-szerű készülékek. Érdekes, hogy nagyon sok országot most belekeverték ebbe, hogy kik lehetnek az egész mögött. Ugye tényleg itt ez a magyar szál is megvan, ugye az arab médiában is lejött, hogy lehet, hogy Magyarországnak is köze van ez az egészhez, de egyébként nagyon sok más országot is belekevertek, Bulgáriát is, Franciaországot, valami most Japánt, és japánok is most fel vannak háborodva, hogy nekik semmi közük nem volt a tegnapi támadáshoz, ugyanis ezeket a walkie-talkie-kat Japánban gyártották, de ez a japán cég azt mondja, hogy igazából ők ezeket a walkie-talkie-kat már nem gyártják, úgyhogy valószínű a Mossad áll a háttérben itt is. Az Izrael következetesen tagadott mindent a tegnap előtti robbanásokkal kapcsolatban, de azért nyilván vannak árulkodó jelek az izrael érintettségről, és itt azért amitről ti is beszéltetek, ez nem egyértelmű, hogy konkrétan kit céloztak a támadással, de azért nagyon valószínű, hogy a Hezbollah tagokat célozták meg, úgyis a Hezbollah nagy számban rendelt ilyen csipogókat és egyéb eszközöket, ugye a lényeg az volt számukra, hogy ne telefonokat használjanak, ugyanis azokat gyakran feltörték az elmúlt időszakban, és fel is robbantak hasonlóképpen telefonok. Úgyhogy ilyen csipogókat használnak, meg egyéb ilyen úgymond primitívebb kommunikációs eszközöket, vagy akár ilyen papírokon, vagy cetliken keresztül kommunikálnak, ugye a Hamaszra is ez volt a jellemző. Úgyhogy nem lehet pontosan, a háttérét nem olyan nehéz ezt így feltárni, hogy mi történt pontosan. Ami még érdekes amúgy, hogy nem csak Libanonban történtek ilyen robbanások, hanem Szíriában is, és ott is 19 ember halt meg. Tehát ez nagyon összehangolt akció, és egyértelműen az Irán által támogatott síta milíciákat célozták vele. Ugye most a nagy kérdés, hogy milyen válasz van, ugye, hogy mennyire eszkalálódik a dolog, vagy hogy mi történt. Ugye Irán általában direkt módon ugye nem támadja Izraelt, azért azt lehet látni, hogy áprilisban volt talán egy dróntámadás, azért az sokakat meglepett, inkább a milíciákon keresztül próbál ő valahogy válaszcsapást mérni Izraelre. Ugye, vagy használja akár a Hezbollahot, jól mondom, hogy konkrét válaszcsapás az nem biztos, hogy lesz. Így van. Tulajdonképpen az adókapok, ez már zajlik egy ideje a Hezbollah és Izrael között, és tegnap is a Hezbollah 4 rakétát lőtt ki Izrael felé. Nem lehet tudni, hogy ezek mekkora kárt okoztak, de tudjuk, hogy 4 nappal ezelőtt, szeptember 15-e körül a jemeni húszik is, ami szintén egy Irán által támogatott milícia, Izrael középső részét elérte egy rakétával, és 9 izrael is sebesült meg. Tehát azért ezek a milíciák folyamatosan lövik Izraelt, persze Izrael is lövi őket folyamatosan. Tehát ez egy több oldalú dolog. Az eszkaláció lehetőség, tehát nyilván a Hezbollah válaszolni fog, tehát azt nem teheti meg, hogy megtolás nélkül hagyja ezt az esetet, de ez nem azt jelenti, hogy ebből most egy nagyobb eszkaláció lesz. És az is kérdés egyébként, hogy miért pont most hozták működésbe ezt a több ezer robbanóanyaggal megtöltött kommunikációs eszközt, és miért nem később, mondjuk, amikor egy háború, egy közvetlen totális háború mondjuk kirobbanna a felek között, ugye? Mert elvileg az volt az eredeti cél. A hírek arról szóltak, hogy mert állítólag ugye ezt észrevették, tehát hogy felfedezték, hogy ezekben van robbanó anyag, de mielőtt még ez körbe mehetett volna, hogy ezt mindenki dobja el, azelőtt, tehát hogy a robbantás az ezért történt most, amit én olvastam. Így van, ez az egyik felvetés, és abszolút én is úgy gondolom, ez a helyén való. Tehát állítólag 2 Hezbollah tag is vizsgálta ezeket a készülékeket, és úgy vélték, hogy gyanúsak, és mielőtt ez így kiszivárgott volna, hogy körülment volna, gyorsan működésbe hozták ezeket. Egyébként ez 60 perccel zajlott le a keddi napon, és iszonyú káosz alakult ki Libanonban különben, tehát a különböző piacokon, külső és belső terekben nagyon sok robbanás történt. Ezek nem voltak egyébként olyan hatalmas robbanások, tehát ha biztos láttatok a videókat, inkább ilyen kisebb pukkanás. Igen, kisebb pukkanás, és aki rajta volt, az elvágódott. Nagyon sok felvétel van a Twitteren. Igen. És egyébként az arab média is megegyezte ezt, tegnap is voltak előtt cikkek, hogy tényleg kimondtam az a cél, hogy ilyen picit ilyen terrorba tartsák a lakosságot. Tehát tényleg iszonyú pánik volt az emberek között, és van a mai napig. Azt írt a Twitter közben, hogy az izraeli média már konkrétan beszámolta arról, hogy a libani elleni terrortámadás egy Mossad művelet volt. Még a grammot is elmondták, illetve a robbanóanyagnak a nevét, hogy beültették Motorola személyhívóba Tel Avivban. Ez most csak a Twitter, vagy erre van bármi bizonyíték, vagy te láttál, olvastál valamit, ahol már tényleg megjelent effektíve kész tényként, hogy ahol Izrael elismerte, vagy valamelyik médiumuk, hogy igen,
ez egy Mossad hadművelet volt. Bevallom őszintén, itt nyilván a Hezbollahnak a nyilatkozatait olvastam, ők nyilván ők azt mondták, hogy a Mossad volt azonnal a robbanások után, meg az arab médiában is kész tényként közlik, hogy Izrael áll emögött. Amit olvastam az izraeli fél részéről, meg a tegnapi napon ott még nem volt ilyen jellegű beismerés, de hát nyilván a jelek egyértelműen arra mutatnak, hogy van Izrael érintett ebben. Tegyük hozzá, hogy a keddi robbanások előtt az izraeli biztonsági kabinet is összeült néhány órával a robbanások előtt, és konkrétan deklarálták, hogy egy háborús cél az, hogy a Hezbollah támadását megállítsák, ugyanis most a legnagyobb konfliktus, és amiatt ez az egész zajlik, hogy Észak-Izraelből ugye kitelepítettek 60 ezer embert, és szeretnék ezeket az embereket visszatelepíteni az eredeti lakóhelyükre, de nem tudják, mivel a Hezbollah folyamatosan lövi az északi részt. Jó, nyilván Izrael meg ugye a Dél-Libanont lövi, és Libanonban is kitelepítettek 90 ezer embert, tehát mondom, hogy ez egy ilyen két oldalú dolog, tehát oda-vissza megy ez az egész. Csak ugye Izraelnek mindenképpen célja az, hogy a Hezbollah katonai képességét ott vagy redukálja, hogy ezeket az embereket vissza tudja tenni, vissza tudja költöztetni. Na most itt nagyon magyarázkodik ugye Tájván, nagyon magyarázkodik ugye Japán, nyilván Magyarország is valamilyen szinten szóba került, aztán az ember megnézi ezt a céget, akkor azért látja, hogy egy alkalmazott, nincs gyártósor, 2022-ben indult a cég, gyártási licencet próbált vásárolni, tehát itt valami fedőcégről van szó, azért ennek nem nehéz túlságosan utána nézni, de azért nem feltétlen jó így, hát hogy is mondjam, csak célpontba kerülni. Most Tájván is nagyon mondja, hogy nem mi voltunk, Japán is, ugye nyilván mi is lenyilatkoztuk teljesen értelmezhetően. A Hezbollah ilyenkor gondolkozik azon, hogy bárki, akinek felmerül a neve, akármilyen válaszcsapást mérjen, vagy térképre tegye legalábbis azokat az országokat, akik most felmerülhettek, hogy benne voltak ebben a merényletben? A kérdésnek abszolút van létjogosultsága, viszont a Hezbollah most olyan szinten le van terhelve, és a tényleg az egész kommunikációk összeomlott, és teljesen újra kell szervezni magukat, úgyhogy ezzel biztos nem fognak foglalkozni, hogy Magyarország esetleg érintett ebbe vagy sem. Az biztos, hogy nem jó, ha az ország neve felmerül egy ilyen eset során, de ezt tegyük hozzá, hogy a Mossadra jellemző azért, hogy ezekbe az ellátási láncokba be tud épülni, tehát teljesen mindegy, hogy milyen cégről van szó. Pázi könnyen be tud épülni egy ilyen cégbe, bele tudja tenni ezeket a detonációkat bizonyos eszközökbe. Tehát itt konkrétan külföldi országok érintettségéről nagyon nehéz beszélni. Én úgy gondolom, hogy tényleg ezek ilyen fedőcégek, nyilván titkosszolgált, mondom, izraeli titkosszolgált könnyen hozzáfér ezekhez. Úgyhogy nem hiszem, hogy a Hezbollah bármilyen megtorlást intézne ezen országok felé, tehát ezt kizárnám. Igen, nyilván nem is konkrétan arra gondoltam, hogy most Magyarország ellen válaszcsapást gondolkozik a Hezbollah, csak mondjuk, hogy Tájván, Japán mennyire jöhet ilyenkor szóba, vagy egyáltalán mennyire kerül valaki egy fedő cég által akár a térképre, de hát nyilván ennek kicsi az esélye. Hát mondom, aki utána néz ennek a cégnek, az látja, hogy itt valami nagyon nagy turpisság van a dologban. Jó, hát ez nagyon-nagyon szomorú igazából. Az egész közel-keleti helyzet nagyon szomorú. Mennyire forró most szerinted egy tízes skálán ott a helyzet? Mennyire kell tartani eszkalációtól? Ugye itt közben a Biden adminisztráció felszólít mindenkit, hogy ne legyen eszkaláció, meg magára hagyja úgymond Izraelt, közben azért mégis vannak eszkalációs fordulatok. Mennyire durulhat el ott a helyzet? Ennél jobban, hát nyilván ami Palesztinában közben történik, az konkrét népirtás, tehát hogy nem tudom, hogy ennél jobban mennyire tud eldurvulni, de hogy mit látsz most, mennyire forró a helyzet? Én úgy gondolom, hogy július 31-én, amikor ugye Ismail Haniyeh-t, ugye a Hamas politikai szárnyának a vezetőjét meggyilkolták Iránban, akkor én úgy gondoltam, hogy nagyon komoly és nagyon súlyos a helyzet, ami nyilván a nemzetközi szakértők is arról beszéltek, hogy ez egy könnyen lehet eszkaláció. Most nem gondolnám, hogy egy totális háború kirobbanna, de azt tegyük hozzá, hogy azért azt lehet érzékelni, hogy Izrael egyfajta háborút próbál kiprovokálni a Hezbollah-hal szemben, és ha ez folytatódik ez a tevékenység, akkor ez elképzelhető, hogy valami súlyosabb összecsapás fog majd kialakulni. Itt ami az igazi probléma, és azt gyorsan el kell mondani, hogy tegnap ugye volt egy ENSZ közgyűlés, ahol elfogadtak egy határozatot, amelyben felszólították Izraelt, hogy egy éven belül vessen véget a palesztin területek megszállásának, és ugye 124-12 arányban meg is szavazták. Nyilván ez nem kötelező érvényű javaslat, de jól mutatja azt, hogy jól mutatja a világ véleményét az egész konfliktussal kapcsolatban. De amíg zajlik az izraeli és Hamas közötti háború, addig az ilyen esetek és ez az eszkaláció nem lehet kizárni, ez bármikor előfordulhat. Hát és amíg zajlik a háború és a népírtás, addig Benjamin Netanyahu kormányon van, nem? Mert hogy közben neki meg azért nagyon sok eljárás van, amiért már bíróság elé kéne állnia.
Így van, tehát neki mindenképpen érdeke az, hogy ez a háború elhúzódjon, úgyhogy, és ami érdekes, hogy a legutóbbi izraeli közvéleménykutatások szerint a pártjának a népszerűsége most egyáltalán nem csökkent, sőt egy picit növekedett is, tehát azért az izraeli társadalomban is vannak olyanok, akik nyilván ezt a háborút támogatják, hogy nyilván ők a biztonságot helyezik előtérbe, tehát úgy gondolják, hogy amíg ezek a szervezetek léteznek, mint a Hamas vagy a Hezbollah, addig Izraelnek nem lesz biztonsága, és ezért támogatják a háborús erőfeszítéseket. Hát ha belegondolsz, akkor idézőjelesen mondom, hogy ez egy nagyon jó üzenet az ő pártjától, hogy én vagyok az, aki ebbe beleállt. Hát persze, hogy növekszik a népszerűsége. Nem is kérdéses. Hát csak milyen áron, ha megnézed a palesztinokat, az ott konkrét népírtás, ami történik, és erről keveset tudsz olvasni. Bárki. Ki az, aki nézett a politikában ilyet, hogy népírtás? Senki, igen, vagy kevesen. Igen. Nagyon köszönjük a segítséget, hívunk még, ha van aktuális, vagy valami, ami hát nem annyira vidám. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen az elemzést, igen. Hát és itt most az hosszú kínai cikkek vannak egyébként, ugye arról, vagy hát érdekességek, hogyha a Mossad képes bombákat telepíteni a személyhívókba, akkor ugye itt érdekes a kínai párhuzamokat vonnak, hogy a Teslák, az Apple telefonok, hogy ez hogy működik, és hogy miért érdekes a kínai technológia, és azt írta egy amerikai közgazdász, nagyon érdekes cikke van, hogy a kínai felemelkedésnek az egyik jelentősége abban zajlik, hogy lehetővé teszi a globális déli emberek számára, hogy biztonságos amerikamentes elektronikai termékekhez jussanak. Mi van a Teslával? Igen. Mi van az Apple-vel? Mi van akkor, ha majd a te kocsidban, a te telefonodnál? Milyen érdekes, nagyon hosszú gazdasági elemzés arra, hogy miért emelkedik a kínai gazdaság többek között ennyire durván. Érdekes. Ez a lényeg, mert lehet benne valami. Én nem feltétlenül ezt gondolom, ne rendeljél inkább 19-es iPhone. Szóval egy hosszú cikk, egy amerikai olyan okos közgazdás sávú írt egy hosszú cikket, hogy miért emelkedik ennyire Kína. Szia, Eszter! Én úgy szeretem, hogy te ilyenkor kicsekkolsz. Hosszús dolga volt. Hát jó, nem baj, de nem így baj. Jó reggelt! Nyújtaszkodik, aludt egy macskásat. Szóval. Én ezt szeretem benne, de hogy ebben nem is lehet titkot. Sokkal rosszabb lenne ilyen álüveges tekintettel nézni rám. Kicsekolsz. Hezbollah. Bum. Istenem, annyira cuki vagy. Szóval a lényeg, hogy én értem, de hogyha hozzászólnék, az pénzbe kerülne. Jövünk, akkor mindjárt folytatjuk. Fókuszt áthelyezem. Helyezd át a fókuszt. Jó, és a következő óra a tiéd. Nem akarom ezt elviccelni, ezek fontos dolgok. Beszélnek róla azok, akik tudnak úgy beszélni, mint hogy a komoly emberek lennének, és ezek ti vagytok most ebben a mintha. Köszönjük szépen a bókot, igen, mintha komoly emberek lennénk. Na, jövünk vissza, és egy nagyon érdekes könyv kapcsán beszélgetünk majd Bibók Beával. Parentifikáció, ugye baromi érdekes. Azt gondoljuk, hogy a mi komplett generáción kicsit ebben szenved. Arról szól, hogy amikor gyerekként neked a szülői életet kell egy kicsit vinned, az milyen párkapcsolati, érzelmi és életbeli nehézségeket okoz felnőtt korban, mennyire áldozott fel a saját életedet másokért, és hogyan jöhetsz rá arra, hogy te parentifikált vagy. Ez egy érdekes jelenség, szerintem mondom, hogy mi komplett generációnkat érinti, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Figyeljen, aki úgy érzi, hogy valamilyen okból kifolyólag személyiség fejlődése nem halad olyan formában, amit szeretné, lehet, hogy megvan a megoldás. Jó, úgyhogy mindjárt ezzel a témával folytatjuk, jövünk rögtön a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék! Itt vagyunk, 8 óra után 9 perccel, jó reggel, drága hallgatók, gyönyörű esőt a nap, és itt a víz, és marad is, nem esik legalább több eső a vízgyűjtő területeken. Most olvasom, hogy a 8-10 napos árhullám levonulás, hétvégi tetőzés, úgyhogy hát kitartás mindenkinek, aki gáton van, pakol, lehet, hogy még minket is tud hallgatni. Úgyhogy nagy, sok erőt kívánunk mindenkinek, itt sok a víz most, de megoldjuk, ahogy mondta a főn is. Megoldjuk, gyerekek. Na, mi pedig már is megyünk tovább, előtte azt nézem, hogy van-e valami friss közlekedési hírünk, van egy Duna vízállás, amiért lezárták a 10-es utat Neszvé és Sütő között, Mikolpusztán keresztül Tardosra terelik a forgalmat. Egyébként azt látom, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van. Azt néztétek, láttátok? Nem. Utakar. Ha valaki lát valamit, akkor küldje nekünk, jó? Mi pedig egy érdekes dologról beszélünk, ami hatással van a felnőtt korunkra, az érzelmi életünkre, és a gyerekkorunkból indul, ugye, mint a legtöbb egyébként kiterápiázni való dolog,
ugye nemrégiben kezembe került egy könyv az ellopott gyermekkor, ugye, Bibók Beától, el is olvastam, posztoltam is róla. Álljunk meg, ezt is. Balázs azt állítja, hogy elolvasta ezt a könyvet. Hát, az ismertetőt, ajánló. Eszter is én olvasási készségében megbeszéltük, hogy 20 oldalonként egy oldal, és tudjuk a lényeget. És a parentifikációról fogunk egy kicsit beszélgetni, ami röviden összefoglalva tulajdonképpen azt jelenti, de majd mindjárt segít nekünk ebben be, hogy nem is akarom ide összefoglalni, foglald inkább te nekünk össze, hogy mi van? Értsék azok, mert így nagyon távoli hangzik, viszont ha három jó mondatban elmondod, akkor rájövünk, hogy nagyon sokan vagyunk, vagy lehetünk ebben érintettek. Igen, először is köszönöm a meghívást. Csáó, örülünk, hogy itt vagy. Sziasztok. Igen, ez most egy jelenségnek lett egy neve. Azt gondolom, hogy egy olyan jelenségnek, ami generációkat érint. Tehát ami nagyon jellemző és szembetűnő, én azt szoktam mondani, hogy bejön egy kliens, és rögtön látok dolgokat, amit mondjuk egy civil ember nem, tehát pontosan érkezik, leveri a törölközőt, a fürdőbe fölveszi, míg egy bentartott gyerek, az anyuka kedvence, ott hagyja, ég a villany, késik, nem találja a rendelőmet, ami egyébként az Újlipótban van, tehát nem egy ilyen rejtélyes helyen, és pontos, és ő szól, hogy mindjárt letelik az időnk. Tehát van egy olyan felelősségvállalás, ami fokozott másikra való figyeléssel jár. Tehát a másiknak a jól léte, a másiknak a szükségleteinek a kielégítése, az fókuszban van. Tehát arról beszélünk, hogy ezek az emberek elképesztően konstruktívak, talpra esettek, maximalisták, pontosak, imádják a rendet egyébként, igényesek nagyon sokszor önmaguktól és maximális teljesítményt várnak, és nagyon szeretnek segíteni. Férfiaknál látom, hogy sokszor ilyen megmentő hősök, tehát olyan feladatokat vállalnak a munkahelyen, hogy gyakorlatilag egy nappal át éve kell dolgozni, és megmentik a másikat, és az operaénekes hazaviszi az est után, megvárja a büfében a dolgozókat, és Budapesten hát csinál egy kört, és hazaviszi, mindenkit házhoz szállít ingyen és bérmentve, és ő hajnalban ér haza, és másnap fáradtan kezdi a napot, de neki ez valamiért jó. Tehát, hogy a segítés, a mások problémájának a megoldása van fókuszban, de mindezt úgy, hogy bennük nem tudatosodik. Tehát ezt annyira automata módon csinálják, hogy nem veszik észre, és akkor jönnek hozzám, amikor halálosan elfáradnak például egy párkapcsolatban, mert nyilván a gyerekükkel is tudják ezt csinálni, a párjukkal is, a családdal, tehát nagyon családcentrikusak például, és annyira fókuszban vannak a családtagok, meg az az idea, hogy nekem legyen egy olyan családom, amilyen nekem soha nem volt. Ez egy tudattalan folyamat, mert ugye egy olyan sérülés van a háttérben, gyerekkorban, amikor többféle szülő állhat egyébként a háttérben, tehát vagy például egy nagyon maximalista, elváró, narcisztikus szülő, akinek nem lehet megfelelni, és megtanulja a gyerek, hogy azért, hogy egy picit odafigyeljenek rá, vagy elégedettek legyenek, ahhoz neki iszonyatosan sokat kell teljesíteni, és egész gyerekkora úgy telik, hogy nem a korának megfelelő teljesítményeket tesz le. Vagy történik valami a családban, például egy alkoholista apa, akire az anyuka nem tud számítani, és ugye az alkoholista válik gyerekké a családban, mert én központú, mint egy gyerek. Iszik, nem iszik, józan, nem józan, hazajön, nem jön haza, összehányja az ágyat, nem hányja össze, tehát gyakorlatilag nem lehet rá számítani, és köré szerveződik a család. Tehát ő lesz a középpontban, és az ő állapota fogja a családot irányítani, és az anya tudattalanul felemeli egy felnőtt társi szintre a gyereket, rátámaszkodik. Nem nagyon sokszor az ellenkező nemű gyereket, de nagyon sokszor párkapcsolati szintre emeli. Így van, felemeli, és rátestálja a feladatokat, tehát nem a korának megfelelő felelősséggel él ez a gyerek. Tehát tulajdonképpen mondhatni, hogy a parentifikáltak, aki szerintem egy generációt érint, mert valahol a mi generációnk szerintem egy kicsit mindenhol az olyan szülői feladatokat ellátó gyermek, aki erre még nincs kész, egy olyan felelősséget cipelve a hátán, ami kiemeli őt a gyerekkorból, és egyfajta felnőtt státuszba helyezi, és bizonyos élethely helyzetekben egyfajta megoldó képletet kialakítva, felnőtt létezést él még gyerekként. Ugye, igen, jól értem? Nagyjából így összefoglalva. Igen, összefoglaltad, de hogy ez úgy nyilvánul meg, hogy ez a gyerek észre sem veszi, hogy ő mit csinál, számára ez válik természetessé, és ez a csapda, hogy én azt szoktam mondani, hogy parentifikáltnak van plusz 25 éve.
Tehát tulajdonképpen ő olyan tempóban nő fel, és az egy nagyon érdekes kulcs történet, hogy amikor a gondolkozás fejlődik, akkor neki muszáj rendszer szinten gondolkodnia, tehát ő nem hagyja el a dolgait, úgy megy ki a szobából, hogy közben három poharat megfog, és ha már kimegyek a konyhába, akkor azt is elintézem. Tehát olyan rendszereket hoz létre, hogy nagyon hatékonyá válik, és ez számára természetes, és ezt kezdi el a szülő használni, és ő támogatja a szülőt, magyarul nem lehet gyermekkora, mert a szülő válik gyerekké, és ő felnőtté, aki megoldja a problémákat. Egy dolgot biztosan tudunk, hogy te nem vagy parentifikált. Én szerintem az vagyok. Nem. Micsoda. A maga a rendetlenség, elhagysz mindent. Nem ebben van. Hát itt voltak a jelek. Na, javaslom, eldöntendő lesz a piros könyvem, az ellopott felnőtt kor, ami október végén, november közepéig valamikor meg fog jelenni, hasonló a borítója, mint a kéknek, csak piros, és ott a bent tartott gyerekekről beszélgetünk, akiket túl ajnároz az anyuka, kiteszi az zoknit, kiteszi az alsót, szedi a levest a tányérba, és ők pedig infantilizálódnak, aztán nyilván majd olyat választanak, amikor a pár is ezt fogja csinálni, és ők az infantilizált gyerekek, és erről szól a másik könyvem, és ez egy rendszert alkot egyébként, a két könyvet egyszerre érdemes egyébként mind a kettőt elolvasni, mert ez egy rendszer. Igen, azért nagyon érdekes egyébként elolvasni a könyvet, mert az ember egy csomó mindent felismerhet, hogy hol vagyok elakadva a felnőtt korban, ami ugye a gyerekkoromból indult. Mindenki terápiázandó dolgot, sérülést, traumát, azt a gyerekkorban szedjük össze, ami nem is lenne baj, vagy nagy baj, csak aztán ahhoz képest olyan minőségbeli felnőtt kort, párkapcsolati kötődést, csatlakozást tudunk megélni. Tehát mindennek valahol oka van, és az visszavezethető a gyermekkorra. Azt jól értettem, ugye, hogy elmondhatod, hogy ennek van egy csomó előnye felnőtt korban, hogy nagyon jól működik egy parentifikált, ugye, hogy nagyon összpontosít, nagyon teljesítménykényszeres, megold mindent, egyben tartja a családot. Ez mégis jól is hangzik, megfogalmazódhatna a kérdés, hogy oké, de mi ezzel a baj? Hát fókuszált vagyok, összetartom a családot, rendben van minden. De ugye nagyon sikeres. És nagyon sikeres. Elképesztő. De ugye a parentifikáltak azért égnek ki, mert közben a saját szükségleteiket, igényeiket, saját magukhoz való kapcsolódást, azt nem, hogy nem élik meg, nem is tudják valójában, hogy mekkora árat fizetnek azért, hogy körülöttük mindenki jól legyen. Így ugye, van, hogy azért ez nem van. Egy dicsérendő dolog, hogy milyen jól üzemeltetik az életüket, de közben ebben ők kiégnek és tönkre mennek. Igen, egyébként mindenkit óvok attól, hogy a parentifikáció fogalom az egy ilyen óriási pozitív fogalom hát, már váljon, mert hogy ez egy nagyon látványos része ennek a kötődésnek, de egy önszabotás történik. Tehát amikor bejön hozzám egy kliens pár, és ezt a sztorit elmeséltem néhány szóval, nagyon jellemző, a nő zokog, egy kicsit úgy néz ki, mint egy kimustrált takarítónő, és nem szeretném lebecsülni a takarítónőket, de ilyen nagyon-nagyon fáradt kinézete van, kiderül egyébként, hogy 5 diplomája van, és bejön egy úr mellette, aki kipihent, barnára sült, selyemsál a nyakában, szépen elhelyezkedik a kanapén, és megkérdezem, miért jöttek. A nő azt mondja, hogy teljesen ki van merülve, és minden feladatot ő végez a családban. A férfi azt mondja, hogy ő nem tudja, miért jöttek, mert nagyon-nagyon jónak tartja a kapcsolatát, ő köszöni szépen, nagyon jól van. Nyilvánvaló, hogy a nő magára vállal minden feladatot, és aztán ki is derült, amikor részleteiben beszélgettünk a párkapcsolatról, hogy nem húz határokat. Tehát konkrétan nincsenek én határai, és ami a másiknak a szükséglete, az teljesen automata üzemmódban kielégíti, cserben hagyja önmagát, a másik halálosan jól él, el van kényeztetve, kis pocak is van, a nő ilyen vékony, mint a kis ujjam, és elbillen a kapcsolat. És akkor érkeznek, amikor halálosan elfáradnak, és nem tudják, mi a baj. Nem látják, annyira természetes ez a működés. Meg úgy nagyon nehéz kiegyensúlyozni, mert hogyha fel is ismered ezt mondjuk felnőtt korodban, hogy van egy ilyen hibás vagy működésed, mondjuk ezt most azért mondom hibásnak, mert amúgy nem téged szolgál, tehát akkor ez kvázi a te rendszeredben egy hiba, hogy nagyon nehéz utána egyrészt ennek ellene menni, másrészt pedig nem átest, tehát hogy így engem egy kicsit így hibernált ez a szituáció, hogy akkor most akkor meddig tartok én, meddig mit tehetek meg emberekért, ami már nem kellemetlen. Amúgy nagyon sokszor voltam én is ez a fajta, tudod, ez az ilyen
ez a fajta love bombingoló, amit amúgy a narcisztikusok csinálnak, tudod, hogy így jön valaki az életem, akkor nagyon megteritek, tudod, azt nagyon, hogy érezze magát nagyon szívesen látottnak az életemben, és akkor utána pedig ez így elkezd ellenem fordulni ez a helyzetemben, így összeroskadok. És ezt nagyon sokáig csináltam például. Meg emlékszem ezekre a fontos mondatokra velem kapcsolatban gyerekkoromból, amiről tudom, hogy sokféleképpen hangozhat. Például nekem mindig azt mondták, hogy hát velem soha nem volt semmi baj. Hát én mindent, tehát hogy velem soha nem kellettem soha leülni tanulni, mindent megoldottam magamnak. Ezek igen. Nagyon tipikusak, tehát ez a gyerekeknél az van, hogy egyedül tanulnak, nagyon magányos gyerekek. Tehát hazamennek, teljesen természetes, hogy egyedül tanulnak, nincs velük baj, kitűnő tanulók, ők a szeretetért dolgoznak. Tehát ők azért teljesítenek, hogy végre a szülő figyeljen oda rá, és ő legyen fókuszban. Mert hogy a szülő egyébként használja ezeket a talplását gyerekeket, tehát otthon rengeteg feladatuk van, ne kelljen vele foglalkozni, és nagyon sokszor van egy testvér, akit pedig tulajnároz a szülő, ugye ő a bentartott gyerek, és óriási a kontraszt. És a gyerek azért kepeszt, hogy egy kicsit figyeljenek már oda rám is. Hát ebben a kisebb testvér, aki nem jellemző. Nem, ez az a helyzet, hogy az anyának a lelki állapotától függ, hogy például megszületik egy baba, ha azzal valami baj van, kissúlyú, akkor azt elkezdi magához közel tartani, félti. És a másik... evolúciós is ez a reakció, nem? Tehát, hogy nyilván, hogy igen, ilyen is van, és akkor a másik gyerek nem fér már be a szimbiózisba, tehát ő egy ilyen kirekesztetté válik a családban, és ő elkezd dolgozni a szeretet ért. Tehát, hogy ez a menete, és kialakul a családban ez a dinamika, és ezek a gyerekek a fényképeken egyébként nagyon érdekesen látni, hogy a bentartott gyerek közel áll a szülőhöz, és a parentifikált pedig mindig távol. Igen, erről mesélsz egyébként, igen, hogy látod, hogy te megnézed családi fotókat, kérsz be a terápián, hogy kielemeztek ilyen családi fotót, és hogy a parentifikált gyerekek máshol állnak, nem mosolyognak, sokkal gondterheltebbnek, szomorúbbnak, mortosabbnak néznek ki, tehát ott te már gyanút fogsz, hogy valószínűleg itt a parentifikációról van szó, mert tökre kibillen a családi fotó, hogy wow, látod, hogy ki van közel, ki nincs közel, és hogy milyen az arcuk. Nagyon érdekes. Nagyon döbbenetes az a pillanat, amikor ott megmutatom nekik, hogy nézd meg, mindenképpen távol vagy, morcos vagy, szomorú vagy, hátat fordítasz, eltávolodsz a családtól, és nagyon, nagyon döbbenetes a felismerés pillanat. Egyébként én is így ismertem föl, hogy a régi képeket megkaptam, és ismertem ezeket a fotókat, és így világított, hogy Úristen, mindenképpen morcos vagyok, összehúzott szemöldökkel állok, távol vagyok, tehát pukkadok a képeken. Arról tudsz egy kicsit mesélni, vagy abban segíteni, hogy ugye azt nagyon jól leírtuk, hogy a parentifikáció lényeg, hogy felnőtt korban sok mindenkit boldoggá teszek, szeretném, hogy a környezetem jól legyen, mindenkinek megfelelek, mindenki boldogsága fontosabb, mint az enyém, de honnan tudom felismerni a negatív tulajdonságokat, hogy parentifikált vagyok, az érzelmekhez való nehéz csatlakozást, az önjutalmazás hiányát, vagy akár az állandó önszabotás, mert szerintem sokaknak ez megy nehezebben. Látják, hogy igen, ez vagyok, hogy sokat adok, viszont honnan tudom, hogy még a negatív részéhez viszont nem tudok csatlakozni. Hát ezért írtam a könyvet. Tehát konkrétan azért írtam a könyvet, hogy aki ezt elolvassa, azért végig pásztázza magát a különböző szempontok szerint, meg történetek alapján. Ezt a visszaigazolást is kapom. De ugye a fáradás, a kiégettség, a sikertelen párkapcsolatok, a hullámzás, az érzelmi hullámzás az, ami nagyon jellemző, ez egy szorongó ambivalens kötődés, ez azt jelenti, hogy nagyon nagy amplitúdójú érzelmeket tudnak átélni, és különböző hatásokra egyébként nagyon nagy érzelmi kontraszt van, tehát nagyon tudnak örülni, és pillanatok alatt sírva tudnak az empatikus képességüktől fakadni, átérezni a másik embert, és ebben kell rendet tenni. Tehát az, hogy egy olyan egyensúly legyen, amiben én fontos vagyok, vannak én határaim, tehát, hogy bármennyire szeretek egy másik embert, legyen az a párom, vagy az anyám, tudjak neki nemet mondani, hogy nem fogom naponta háromszor felhívni, bármennyire zsarol érzelmileg, mert én nekem ez nem igényem. Tehát a saját igényeinknek a megfogalmazása. Igen. Vagy az önszabotás felismerése, hogy ugye önszabotálják magukat, hogy nem érdemlem meg a jót, nem pihenek, nem állok meg, pontosan. Nekem nem jut rám idő, de nem is az, hogy nem jut, nem is ad magának, mert az a sztori fut, hogy nem érdemelhetek, vagy kaphatok jót, mindenki más fontosabb, nekem nem lehet jó, brutális önszabotás. De hát, hogy azért önszabotás egyébként, mert annyira teletömik az életüket feladatokkal, hogy gyakorlatilag idő nincs arra, hogy legyen egy olyan üres tér, amikor én
önmagamhoz kapcsolódok, tehát kint van a fókusz. Igen. Tudod, mi durva, amikor megvan az üres tér, akkor nem tudsz el mit kezdeni, hanem csak ott vagy, hogy hú-hú. Igen. Hova? És most akkor ezt az időt, most akkor sőt, magamra kéne? Igen, sőt, az önszabotás legdurább része, amikor véletlenül magadra fordít, az egy félrelát és brutál lelkiismert furdalás, és önbántás, és várod, hogy ez a jó, amit most magadnak adtál, biztos visszaveszi az élet, és történik valami rossz, mert nem lehet, hogy nekem jó legyen. Ugye? Ez az önszabotás egyik nagyon nagy művészete. Jót adok, de még a lelkiismeret furdalás is szétgyötör két napig, hogy nekem fél órára jó volt. És amikor ránézel a telefonod, és van egy nem fogadhias, és tudod, kész, vége, ennyi volt. Igen, úgy is lemaradtam róla. És az a döbbenet, hogy én egy életet végdolgoztam ezen, és a mai napig terápiába járok, tehát én pszichológusként ezt nagyon fontosnak tartom, és a múltkor volt egy fél napom, amikor hú, végre az enyém. És ott volt az érzés, hogy most mit kezdek ezzel az idővel? Ez egy komoly kérdés volt. Olyan, mint hogyha olyanok lennénk, mint rendesen az a komornyik, amikor nem rendelkezik vele a gazdád, ott állsz az ajtóban, hogy na, azért várjuk a szükséglet azért. Tudod? És akkor mit csináltam? Kitakarítottam. Nagyon jó. De ami nagyon nehéz, ugye, hogy az érzéseikhez is nehezebben csatlakoznak. Tehát nem csak a jólétükhöz, hanem a saját érzelmi igényeikhez, nem? Tehát, hogy a saját valódi érzéseikhez, hogy nem vagyok jól, rosszul vagyok, megtehetem, hogy nem vagyok jól, megtehetem, hogy beismerem, hogy nem vagyok jól, hogy nem érzem jól, hogy van valami bajom, ezt is elnyomják, hiszen ez is egyfajta csatlakozás lenne magukhoz. Kívül van a fókusz, tehát nincs saját érzelmekhez való csatlakozás sem a parentifikáltaknál, ugye? Nehéz, mert ugye az fájna, a saját magukkal való kapcsolódás, felismerni azt, hogy egyébként mellőzött gyerek vagyok, egyébként kizsigerelem magam, és ugye a gyógyír az, hogy kívül van a fókusz, a feladatokon van a fókusz, megcsinálom, ugye a projektpárok, hát nagyon cukik. Hát jött egy pár, és akkor közölte, hogy külföldön élnek, és hogy ingatlant szeretnének vásárolni. Kérdeztem, hogy így miért és hol? Csak romosat. Mondom, miért? Hát mert amíg együtt melózunk, addig nagyon jól van. Igen, a projektpároknál ugye a projektpárokra az a jellemző, igen, hogy kevesebb érzelem, viszont amíg egy feladat közös fókusz, és a közös fókusz kiválóan megoldják, az érzelmi életük nagyon rossz, de a közös fókusz ad nekik célt és értelmet a párkapcsolatban. Igen, ezek a projektpárok. És ugye ennek az ellentéte vagyok. És a projektekben nagyon jól működnek, de kvázi az érzelmi életük nem az kapcsolódnak. Nem kapcsolódnak. És akkor jönnek, amikor már nincsen szex a kapcsolatban, ugye én szexuálpszichológus is vagyok, és akkor elmondják, hogy hát minden halad, süvít az életükben, minden van, adják, veszik az ingatlanokat, felújítanak, sportolnak, maratont futnak, mindent csinálnak, de az érzelmi nem tudnak kapcsolódni. Már kapcsolódás és nincs. Az van, hogy igen, megtanulják, hogy kívül a fókusz, együtt tudnak, tehát magyarul a feladatokban kapcsolódik a pár, de ugye magának a rendszernek, a kapcsolatnak, ugye az egy rendszer, egy kéttagú rendszer, annak van szüksége érzelmekre, annak van szüksége határokra. És akkor ott kiüresedik a kapcsolat, és eltávolodnak érzelmileg, és akkor érkeznek. Tehát vagy ha eltűnik a projekt. Akár a gyerek fölnő, mint projekt. Nem tűnik el. Vagy mindig újat generálunk. Mert azt tart életben a kapcsolatot. Igen. Én csak az empátiához szeretnék visszakanyarodni, hogy erről ugye sokat beszélünk, hogy ők ilyen hiperempatikusak, ugye a parentifikált gyerekek. És amúgy szerintem egy ilyen tévedés, mert szerintem nem az empátiában a hangsúly, hanem folyamatos ilyen készenléten. Tehát ezek a gyerekek folyamatosan figyelnek, folyamatosan készen vannak, és ugye és sokszor mondják azt, hogy például, hogy mennyi minden részletet észreveszek dolgokban, ők nem. Tehát nyilván ez volt a feladatom, hogy felderítsem a helyzeteket, tudod. De igen, a készenlét nagyon mondod, hiszen gyerekkorban arra vagy trenírozva, hogy állandóan vedd észre, hogy mi a rossz, hiszen a rossz igen, neked kell megoldani. Vagyis igen, egy állandó készültségben hát vagy, hogy megold azt a igen, helyzetet, amit az anyád vagy az apád produkál, hiszen nem nincs kivéle a gyerekkorod. Hát van egy készenlétet, hogy most kell lépnem, megoldanom, és az apám helyébe lépni. Hát mondjuk úgy, hogy nem biztonságos. Nincs biztonságos kötődés. Igen. Tojásséjól lépkedik, és a receptoraival leképezi, hogy anya hogy van, és e szerint kell csinálnom a dolgokat, ki kell egyensúlyoznom. Úgy alkotják meg a biztonságukat, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy kimaxolom a helyzeteket, például imádják a rendet. Tehát teljesen... Nem én, de van, aki igen. Igen, sőt, kényszeres rendrendszer. Igen, eszembe jut egy kliensem egyébként, ő egy vezető férfi, és akkor így jött terápiába, és mondta, hogy ő ki van attól készülve, hogy este 7-kor hazamegy, és a felesége délben megfőzött, és este 7-kor ott van a mosatlan. És neki áll este 7-kor bepakolni a mosogatógépbe, mert egyszerűen nem tudja magát elengedni addig, amíg nincs minden rendben. Igen. Szépen elkerüld a csapdákat. És aztán, aztán egy olyan minőségű párkapcsolatod lesz, ugye ezért kell ezen dolgozni, hiszen hozod a gyerekkorból. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést, ha van kérdés, küldjetek el nekünk nyugodtan, jó? Megpróbáljuk megválaszolni, 8:30 van, mindjárt jövünk vissza.
Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Időjárásunk, Ferenc? Napos, napos. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Szatmári épületgépészeti és fürdőszoba áruházak, az otthon felújítás szakértője. Bibók Beával beszélgetünk továbbra is az ellopott gyermekkor című könyve kapcsán a parentifikációról. Ugye hát ez a családterápia fogalom rendszerében tulajdonképpen felnőtté vált gyermekeket jelent, akik gyermekkorban felnőttet helyettesítve a családi rendszerben fizikailag akár vagy érzelmileg a felnőtt szerepébe lép, és aztán ez ugye hát bonyodalmat okoz a felnőtt létezésben, akár a párkapcsolat, vagy a munka, vagy a kiégés terén. Itt lehet nagyjából gyorsan összefoglalni, hogy mi is ez a szerep. Itt nagyon sokan magukra ismertek, és nagyon sokan kérnek majd megoldó képletet, hogy mi lehet a megoldása, valaki magára ismert. De erről is rögtön beszélünk. De a párkapcsolat egy nagyon érdekes dolog, ugye? Ott hagytuk talán abba, hogy igazából a parentifikáltnak mindenki jól érzi magát a környezetében. Ugye? Ez csak ő van. Nem. Ez így van. Ő is. Amíg rá nem jön, hogy itt a vége nem bírok többet mert, adni. Úgy működnek, hogy képzeld el, hogy olyan ajándékokat csinálnak, hogy egy évig dolgoznak rajta, kézzel készített, személyre szabott, kigondolja, és attól boldog, hogy együtt fogunk örülni, hogy én örömet okozok a másiknak, és én is örülök vele. Tehát ez az együtt örülni, ez egy fő motiváció, és elképesztően nagy energiákat raknak abba, hogy örömet okozzanak a másiknak. Hát egészen odáig, amíg ő el nem fárad, és rá nem döbben, addig ő jól érzi magát, addig neki tökéletes a világ. Borzasztó energiákat és belső motivációt fölégetve és fölperzselve magában, de nem veszi észre, így van, de óriási energiabefektetéssel egyébként. És a csalódás, éppen valamelyik nap mesélt az egyik kliensem, hogy fél a születésnapjától, mert tavaly a párja elfelejtkezett róla egy kerek születésnapról, és ő pedig mindig nagyon személyre szabott ajándékot készít, és most készül, és már a romokban van pár héttel a születésnapja előtt, mert fél attól, hogy ismét csalódás éri. Egyébként a parentifikáltak nagyon félnek a csalódástól, és abban nagyon sérülnek, amikor, mert hogy megjelenik egy igazságérzet. Tehát egy idő után az van, hogy oké, pakolok a kapcsolatba, mindent megadok a másiknak, és egy idő után felmerül az, hogy feltűnik, hogy én nem kapom vissza. Hát azért nem kapja vissza, mert a másiknak megtanítja, hogy rajta a másik emberen, a partneren nincs felelősség. Mert ő mindent intéz, ad kéretlenül, túl sokat ad. A másiknak az a szubjektív élménye, hogy hát megkapom, bár nem kértem, de tök jó. Ugye megtanulja a tehetetlenséget, van egy ilyen fogalom, hogy tanul tehetetlenség, ő nem tesz bele energiát, és egyszer megjelenik az igazságtalanságérzet, hogy bakker, most mi van? Tehát tényleg én kiküldöm Amerikába a fotókat, és ott csináltatok fotóalbumot, és egy évig készítem, és a másik elfeledkezik a születésnapomról. Egyébként mi a terápiás tapasztalat, hogy akik például parentifikáltakkal élnek együtt, és azt látják, hogy fontos fókusz van, megoldás van, mosogatás van, takarítás van, nincs önidő, és eltávolodik a párjától, ott ketten egy közös terápiával visszatalálhatnak egymáshoz, hogy meggyógyulnak? Tehát egy parentifikált akár gyógyítható terápia által? Abszolút, nagyon motiváltak, tehát a terápiába is nagy energiát raknak, hát mindenbe. Hát eljönnek terápiára, úgy süvítenek, mint a pinty. Hát döbbenet. Balázs, nem mehetsz terápiára nélkülem. Terápiára. Együtt megyünk terápiára. Én gyerekek, én imádom. Csoportos terápia, egyéni, minden nyomok. Nagyon jó a legkire. Csoportos terápia, és most tudom meg. Hát a maga az, amit én majd besélek róla, amit tanfolyam, amit most csinálok, vagy képzés, az tulajdonképpen egy évig tartó csoportterápia is egyben. Egyébként van csoport. Hogy lehet tudsz még szesz? Azt tudottam, hogy még egy álcepanyuszban belül az OKS-ben. Ez nagyon izgi képzés. Sokan kérdezik, hogy az jellemző-e, hogy hanyadik gyerek lesz ilyen a sorban, tehát két gyerek van, vagy három gyerek van, és hányadik lesz az, aki a parentifikált lesz? Ezt nem tudjuk meghatározni, mert mindenféleképpen egy szülői elhanyagolás, tehát hogy a szülő milyen állapotban van, amikor az a gyerek születik, ha például az első gyerek a bentartott gyerek, akivel szimbiózist alkot az anya, akkor a második gyerek nem tud belépni. De olyan is van, és ezt az újabb könyvemben le is rajzolom a családi szerkezeteket, hogy például két szülő van szimbiózisban, és már az első gyerek nem tud közel kerülni anyához, mert anya meg apa össze van ragadva. Nagyon szoros a kapcsolat.
megtanítottuk, és a gyerek egy kicsit olyan mellékes. Kell a gyerek, van gyerek, de mi ketten egyek vagyunk, és egyébként meg az is meghatározza, hogy amikor például eltávolodik a nőtől a férje, mert már x éves a házasságuk, és nem elégíti ki az érzelmi igényét, az akkor született gyerekkel kezdi el kielégítetni az érzelmi igényt, magyarul vele szoros kapcsolatot alakít ki, és az utána következő születendő gyermek már nem tud anyához közel férkőzni, mert anya szimbiózisban van az előző tesóval. Hát ennél nincs borzasztóbb, amikor a gyermeknek lelkitársa szerepet kell élni, és a férj szerepébe belépni mondjuk egy fiú gyereknek. Hát azért az... őt használja a probléma megoldása. És az is van, hogy az utolsó gyermek, mert az anya úgy gondolkozik, hogy jaj, hát már ő az utolsó, ő a kicsi, mondjuk őt tartja bent csak, és az előzőeket nem. És akkor a nagyobbak parentifikálódnak. Mert az előzőekkel nem alakított ki olyan szoros kapcsolatot, és akkor a kicsi lesz a kedvenc. Vagy a kicsit hanyagolja el, van olyan, hogy hat gyerekes családból a legidősebb gyermek felnőtt már jár hozzám, és ő nagyon sokat mesél arról, hogy neki milyen szerepe volt a családban. Hát volt 5 kistesó, ő ment szülőértekezletre, ő hozta vitte oviba. Hát olyan nagyon sok gyerek van általában, a két nagyobb már szülő. Tehát, hogy alapból úgy számítanak is rájuk. De ezt is mondják neki? Abszolút, sőt, igen. Ki is van mondva ezekben a családokban, hogy mászlán te is meg tudod oldani, menjél, rágyazd meg neki, fektesd le. Igen. Tudjátok, milyen döbbenet, hogy azt mondja, hogy nekem nem az anyám és az apám a szülőm, hanem a bátyám. Mert hogy tőle kapta meg azt az... Így van. És hogy érzelmet, figyelmet, igen. Szeretetet, igen. Így van. Két parentifikált együtt, hogy működik, mint pár? Hát nagyon aktívak. Aktívak? Nagyon érzelmi aktívak. Kapcsolódás, kötődés, valódi szeretet megélése van, vagy projekt alapon, hát amit úgy mondtál? Érzik, hogy igen, de a projektekben, a közös örömben találják meg, tehát létrehoznak, megalkotnak valamit, ezt megcsinálják, rengeteg energia, állandóan párbeszéd van ezzel kapcsolatban, tehát nagyon erős dinamika uralkodik a családban, a kapcsolatban, és produktívak, tehát tudnak örülni az eredménynek. Nyaralnak, utaznak, terveznek, nagyon aktívak, de egy idő után a kapcsolatból hiányoznak az érzelmek. Intimitás, érzelem. Intimitás, közösség, meghittség. Van ez, hogy emlékeztek, gondolom rá, a szeretett nyelvre. Még erről is, igen, ez is fel volt kapva, hogy szeretett nyelv, kinek mi a szeretett nyelve. Igen. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy lehettek mind a ketten parentifikáltak, de más a szeretett nyelvetek, és másban próbáltak teljesíteni. És akkor például ott van a férjem, aki állandóan pakol, mániákus pakoló mindent, lerakom, és már el van pakolva. És ugye, és de jó neked. Jó, ez jó. Ez nem jó. Ki lesett ezt a kanalat, kivezik a kezedből. Hát és akkor én vagyok azt, aki nem pakolok, mert hogy ez az ő terület a pakolás, és akkor én ugye másban teljesítek túl, és akkor az van, hogy, hogy erről most nem beszéltek. Ez már a terápia. Ez a terápia. Ezt is nem hozhatom, de sajnos már megbüntettek minket. Szóval a lényeg, hogy igen, és hogy az a lényeg, hogy ugye ilyenkor el tudunk menni egymás, mert egy csomószor veszem ezt így észre magunkon, hogy ő elfelel abban, amit ő csinál. Én ugye elfeledek, amit ő csinál, és ugye nem arra kapjuk a visszaigazolást, és akkor de hát én pakoltam meg, jó, hát meg. Tudod, és akkor így, és akkor ebben is tud lenni. Mindenki adni próbál, de senki nem a másik nyelvén. Igen, valójában igen, ez történik. Ugye, hogy neked az, igen, az a szeretett nyelved, és azt hiszed, hogy miért nem örül neki, én ezt adom. De neki nem az kellene, hanem egy tök más szeretett nyelv. És mind a ketten szeretitek egymást, de nincs közös kapcsolódás, mert a saját nyelveteken adtok. Igen. Vagy hogy tudod értékelni, csak tudod, nem az hiányzik most. Csak nem annak örül. Hogy egyszer elpakolja, hanem lehet, hogy átölejön, és azt mondja, hogy látom, nehéz napod volt, gyere, mondd el. De neki exactly. A rend az, hogy mire hazajössz, nálad rend van, és mondod, nem érdekel, hallgass meg. Igen, nem? Igen, tehát, hogy valójában... Igen. Nem simogat találom be, 92 óta. Akkor ez hogy van? Itt érdekel a rendőrt. Simogat, te amikor állat. Amikor összejöttünk, hát nem simogatta. Hogy, mi a felismerés, vagy hogyan továbbit kérdezik sokan? Oké, marad az elfogadás, kérdezi Szilvi, terápia, hosszú-hosszú terápia. Tehát mondjuk most nagyon sokan magukra ismernek, akár házasságban, gyereknevelésben, hogy azok, vagy a szüleik által, hogy igen, ők is parentifikáltak lesznek. Mit tanácsolsz? Meg lehet ebből gyógyulni kellő önismerettel, vagy azért ez egy terápiás segítség és egy külső segítség az, ami segíthet sokat, vagy adhat? Hát ugye arról beszélünk, hogy most egyéni terápia vagy párterápia, nyilván a párterápiához mindenképpen kell egy terapeuta, mert egy rendszer szemléletű terápia van, ott a kapcsolattal foglalkozunk. Egyébként még nagyon szívesen beszélnék, ha belefér, azokról a párokról, ahol az egyik nagyon aktív, a másik pedig egy passzív, egy gyermeki státuszban lévő. Ott az aktív a parentifikált. Ott az aktív a parentifikált, a másik pedig egy elhagyja magát, nem csinál, sodródik, nem tud időponthoz alkalmazkodni,
kicsit nem találja a saját életét? Igen, egy ilyen szétesett valaki, nevezzük úgy, hogy egy kicsit szerencsétlenebb ember, akin megessik a szíve. Egyébként ismerkedéskor nagyon érdekes, mert nagyon vonzónak találják, és valahogy az a belső folyamat, hogy csiszolatlan gyémánt, majd én megcsiszolom. Tehát, hogy ez minden katasztrófa első mondata. Igen, akár meggyógyítom, megcsiszolom, megmentem. Majd én mellettem ő boldog lesz, én mellettem ő le fog szokni a drogról, én majd megalkotom az ő életét, ez egy nagyon-nagyon intenzív motiváció a parentifikáltaknál, és lesz egy végtelenül nehéz kapcsolat, egy kizsigerelő kapcsolat, amiben annyira, ugye a parentifikáltak nagyon kitartóak. Tehát már egy hétköznapi ember rég bele hal ötször egy ilyen kapcsolatban, ők még kitartanak és hisznek benne, egyébként nagyon tudnak hinni. Amúgy ezt tudom, egy ilyen Forrest Gump Jenny, emlékeztek rá? Nagyon tudnak hinni, meg nagyon nehezen engedik el, mert így azt van. Gondolják, hogy nekik kell megoldani, hogy jó legyen. Hát meg a család. Meg a család meg képe, a így van. Meg a hitrendszer, hogy nem adjuk föl, így hát van. Hát nem adjuk föl. Igen. Hát nincs olyan, hogy ez nem lesz oké. És akkor általában a parentifikáltok akarnak terápiába jönni, és amikor egy ilyen kapcsolat van, amiről most beszélek, ott a másiknak eszágában nincs terápiára jönni, és akkor ultimátum, tehát hogyha nem jössz el, akkor vége, és akkor erre eljönnek, és akkor ott elmondják, hogy egyébként ő nem nagyon gondolja, az a baj, hogy az ilyen típusú, igen, kevés az ő reflexió, nem gondolja, hogy szükség van rá, nem is akarja megoldani, de sokszor nem is látja, hogy mit kell megoldani, de leginkább az ő reflexió hiányzik, hát mert hogy nem hajlandó szembenézni, teljesen jól van. Persze, ő jól van. Ő nem szenved. Ő nem szenvedett, így van. És csak a hülyék járnak terápiába, inkább nem érti, mi bajod van, hiszen jól van, ez egy jól működő dolog, ugye? Szubjektív élménye, hogy tök jó az életünk. Igen, tök jó az életünk. Mi bajod van? Igen. És akkor a terápiában ma parentifikáltak nagyon motiváltak, a párterápiában is, az egyéniben is, nagyon szépen tudnak dolgozni, és nagyon-nagyon rendszerben látnak. Tehát, hogy ők meg tudnak gyógyulni a terápiában, amit egyénileg tudnak tenni, az leginkább az, hogy amikor egyedül vannak, akkor tudnak magukhoz kapcsolódni, mert amikor ott van a párom, akit szeretek, az a sérülésnek a lényege, hogy előbb azonosulok a másik ember szükségletével, mint ahogy a saját igényemet megfogalmaznám. Most ha nagyon hétköznapi példát mondanék, akkor mondjuk az lenne, hogy az étteremben a párom, nem tudom, brassói apró pecsenyét rendel, és akkor azt mondom, hogy én is pont ezt kívánom, miközben nem. Igen, csak... Tehát, hogy de ez a hétköznapokban, és azonosulnak vele, és nem kapcsolódnak magukhoz, és akkor ilyenkor azt szoktam mondani, hogy sétáljon egyet egyedül, és például nagyobb döntéseknél egyedül gondolja végig, hogy ő mit szeretne. Egyszer volt egy kliensem, őt is beának hívták, és azt mondta nekem, hogy volt egy párja, ilyen sevelet-senélkölt kapcsolatban voltak, és akkor azt mondta, hogy jött hozzám a Tibor vacsorára, milyen egy parentifikált nő, teletömi a hűtőt, gyönyörűen felöltözik, szexi fehérnemű, sütemény, gyertyafény, jazzzene, minőségi bor. Megvan még be a száma, és így várja a pasit. Majd egyszer azt mondja, miután elköltik az isteni finom vacsorát, amit természetesen a két kezével ő főzött, nem ám rendelt kaja, ezt nem szokták a parentifikáltak, imádnak főzni, és a forró fürdőt is imádják, és vannak ilyen jellemzőik még, és azt mondja egyszer a Tibornak, hogy Tibor, menj haza. És akkor kérdeztem a Beát, hogy így miért mondta ezt, és azt mondta, hogy azért, mert eszembe jutott, hogy jogázni szeretnék. És mondom, de Bea, hát nem volt erre más, hogy lehetőség. Azt mondja, hogy hát a Tibor is ezt mondta, hogy édes Beám, menj át a szomszéd szobába, jogázni, megnézem a híreket, vagy a tévézek addig egy kicsit, utána visszajössz, és folytatjuk az estét. És azt mondja, hogy képzelje el, hogy rájöttem, hogy nem tudok magamhoz kapcsolódni akkor, amikor ott van a Tibor. Nem tudom magamnak megengedni, hogy a saját szükségleteimmel foglalkozzak, szép. És hogy azt, hogy én jogázni szeretnék, érvényre juttassam. És ez egy fontos kifejezés, mert a szülő a szülői viselkedésével tulajdonképpen megtanítja azt a gyereknek, hogy nincs jogosultságom a saját igényeimre, és hogy érvényteleníti a gyereket. És ez az érvénytelenítés zajlik felnőtt korban, hogy önmagunkat érvénytelenítjük, és a másikat ruházzuk föl jogokkal,
És ugye ezért az ő szükségleteikkel foglalkozunk. Igen. Van egy saját, elmondhatom? Persze. Azt, nekem az az ilyen nagy toxic trétem, még amit szoktam csinálni mindig, hogy amikor vágyok valamire, aztán mindig a körülöttem lévőket idézőjelben jól lakatom. Tudod, hogy szeretnék venni valamit, de tudom, hogy ez egy kicsit olyan, ami mondjuk most így, az egy nagyobb kiadás, úgyhogy először gyorsan veszek mindenkinek valami olyat, aminek örülni fog. Igen, akkor azt mondom, már mindenki már megvan lepve, már mindenki tud, így rendben van körülöttem. Akkor utána, amikor azt látom, hogy már senkiben nem születhet meg a rossz érzés, a rossz érzés, hogy én magamnak vettem valamit. Először jól teszek, hogy nekem is jó legyen. Akkor eljogosítod magadat, hogy most már... A legvégén akkor... Tudnék ajánlani egy könyvet, ha gondolom. Az elolvad gyermekkort elolvasod. Igen, egyébként az terápián te tanítod, gondolom, hogy tanítod, mert szerintem ebben nagyon nagy meló, hogy a párkapcsolatot helyre tenni. De én azt látom, hogy például nekem is nagyon hosszú időbe telt, hogy az önmagadhoz valódi kapcsolattartás, a saját érzéseiddel való kapcsolatfelvétel, az önönigényeid elismerése, kielégítése, az nem egy olyan egyszerű dolog, hogy ma elmondják, hogy holnap sétál egy órát, és te sétálsz. Az egy nagyon hosszú folyamat, mire az ember megtanulja, hogy adhat, lehet jól, tud egyedül jól lenni, és a saját igényeit, érzéseit felismerve csatlakozzon azokhoz az érzésekhez, és merje magának megengedni, hiszen szerintem a parentifikáltak brutálisan elnyomnak minden belső hangot, pontosan azért, hogy jól beszűrődjön a külvilág hangja, hogy megoldják a külvilág hangját. Ez egy nagyon hosszú terápiás folyamat, mire fölismered a valódi érzéseidet és a valódi igényeidet. Nem úgy felismeri, hanem átéli. Átéli, így van, átéli, csatlakozol a saját érzelmeidhez. Hogy feltörnek azok az érzések, amiket ő gyerekként lehasított azért, hogy ne legyen diszonancia érzése, hogy a szülő igényeit tudja kielégíteni. Tehát annyira mélyen vannak ezek az érzések, és ilyenkor ugye magunkhoz kell empatikusnak lennünk, mert mindig kifelé vagyunk empatikusak, és ilyenkor a saját kicsi énünkhöz. Egyébként ugye csúszkálunk a felnőttén meg a gyermekién között, tehát vannak gyermekién állapotaink. Nem tudom, elmondhatok-e egy példát, ami... Jó, hogy... Még van két percünk, ha abba belefér, akkor... Nagyon jellemző, hogy ugye nekem az a sérülésem, hogy a szüleim tanultak, amikor én pici voltam, és mindig mondták, hogy menjek ki az udvarra, foglaljam el magam, 4 évesen olvastam, egyébként nagyon gyorsan olvasnak a parentifikáltak, korán, inkább így mondanám, és nagyon szeretik a könyveket, mert elvarázsolja őket. Na és az a lényeg, hogy az ő sérülése nem vagyok fontos, nem kellek, nem számítok, nem figyelnek rám, így tőmondatok van ez. És egyszer a párom bejött, értem, beszokott jönni autóval, és én nem szeretem annyira meccset, zavar a hang, és nagyon érzékenyek a parentifikáltak egyébként a hangokra, és ő mindig szól előre, hogy meccset néz, akkor én foglaljam el magam, vagy olyan programot csináljak, vagy a leveleimmel foglalkozzak, vagy nyilván foglaljam el magam, és bejött, és mondta, hogy hazamegyek, rögtön bekapcsolom a tévét, és bekapcsolt, én megmondtam valami fontosat neki, és gól volt. És gól, és bevonódott, és nem figyelt rám. És akkor jött a nagyon marcangoló zsigeri fájdalom, és ez egy red flag. Tehát ha valakinek zsigeri fájdalma van, sejtszintű gyomorszorító fájdalom, ez mindig a gyermekkorból elraktározott érzés, ami felszínre tudott törni, mert ez a helyzet, ami a felnőtt korban van, nagyon hasonlít egy gyermekkori élményhez. Tehát, hogy nem figyelnek rám, nem számítok. Ugye ugyanezt éltem át azzal, hogy a párom a gól miatt bevonódott, és éreztem, hogy nem figyel, mint hogy a szüleim sem figyeltek rám. És én felismertem akkor, hogy úristen, ezek a gyermekkori élményeim. Na jó, ez felszabadító volt. Emlékszem, fülig szaladt a szem, vigyorogtam. Hú, de jó, nem vagyok kiszolgáltatott, de mit csinál egy felnőtt nő? És ez a kulcskérdés, mit csinál? Hát nyilván nem akkor mondja a párjának a legfontosabb dolgot, amikor ő gólt lát, hanem majd reggel a kávénál elmondom magyarul, tudom szabályozni a viselkedésemet, az érzelmeimet, és megoldást keresek, tehát konstruktív vagyok felnőttként. A gyermek pedig én központú, és azonnal kell neki minden, és mi az, hogy nem velem foglalkozik? Hát igen, terápián a belső gyerekgyógyítás az egy külön fejezet, igen, mert hogy mindenkiben ott van a sértett vagy sérült gyermek. Bea, nagyon szépen köszönjük, ajánljuk mindenkinek a könyvet, ellopott gyermekkor. Most elengedjük be át, és megbeszéljük, hogy mennyire vagyunk parentifikáltak. Szóval ez hétfőig tudna minden megszólásunk lenni, és még mindig lenne olyan élmény, hogy hú, basszus, az anyját. Bea, nagyon szépen köszönjük. Én is nagyon volt, köszönöm. Itt nagy köszönjük élmény szépen. Köszönjük szépen. Bibók Beával az ellopott gyermekkor című könyv kapcsán a parentifikációról beszélgettünk. 1 perc van 9 óra, itt vagyunk mindjárt.
Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, hello mindenkinek, 9 óra után, 9 perccel itt vagyunk, és már is folytatjuk. Nagyon helyes és megható SMS-ek jönnek még itt, hogy ki hogy ismert magára, kinek mennyit segített most ez a beszélgetés, ki szomorúan, ki igen, boldogan. Jó, csináltunk, hallgatóink 80%-a üvöltve sír. Igen, bőgnek, rengeteg el, hogy magukra ismertek, és hogy úristen, és ez nekik most korszakalkotó felismerés volt. A gyerekek, igen, reméljük, hogy sokan, azért néha ez is belefér, egy kis önismeret, egy kis önreflexió, egy kicsit terápia az embernek van lehetősége, és anyagilag megengedheti, mert azért az nem egy olcsó mulatság, de muszáj ezeket elő. Lesz ilyen, hogy most sikátorokban csinálják illegálisan az én olcsó terápiát? Ránézéssel. Igen. Nem, vagy lesz. Figyelj, azért ez anyagilag elég megterhelő. Tehát, hogy például mint azért a klasszik pszichoterápia, mit tudom, azért ez egy 10 alkalom, hogy valahova eljussatok, és a jó esetben nem egy rajzoló unatkozó pszichoterapeutával, aki kis hajókat rajzogat a papír, amíg te ülsz a diványon. 20-30 000 forinttal. Na most azt gondold el alkalmanként, az 3-500 000 forint, vagy ha egy jó esetben jutottál valahova. Van ilyen is, de amúgy ott az a sok önsegítőkönyv. Amúgy, ami nem olyan drága, és akkor ott is lehet már felismeréseket végezni. Akár igen, csak ugye a gyógyulása nagyon nehéz, hogy oké, felismered, de hogy ki fog ebből meggyógyítani? Mi a gyógyulás menete? Ki tud ebben segíteni? Na, az már nehezebb. Gyógyítod meg, sose téged gyógyítanak meg. Hát igen, a terápián is te gyógyulsz, de azért kell egy külső segítség, aki sokszor önreflexívebb, mint te vagy. Mert abszolút, de én azt mondom, az hogy... a hárító tagadó mechanizmusok sokszor nagyon erősek. Igen, de amúgy szerintem, hogy az ember elsajátítja a szemléletet, hogy hogyan vegye észre a visszajelzéseket, és nem sajnálja magát attól, hogy ezeket a felismeréseket így kimondja hangosan, akkor sokszor már az is nagyon sokat szokott segíteni, hogy kimondasz dolgokat, amiket eddig csak őriztél a mellkasodban. Igen. Például, hogy az vagy, mint parentifikált, hogy ez már nagy felismerés, igen. Igen, például ez egy nagyon nagy felismerés, igen. Viszont azt látom, hogy a stúdióban most nem csak parentifikáltak vannak. Azt nem tudjuk, hogy ők parentifikáltak-e. Nem azok, ők az infantilisek. Akik azért lettek infantilisek, mert parentifikálva vannak. Akkor most indíthatjuk? Nem, én mondom még, zárjuk le ezt a témát. A megoldás különben az új Animal Academy Best Lemez. Most komolyan mondom, tehát most röhögtök rajta, de a megoldás tényleg? Ön is más gyógyító. Igen. Ül itt két 40-es faszit, 17 éves mecsei közül. Az 50 az a biceps. 50-esek, igen. Az Animal Academy megjött hozzánk, mindjárt apropója van a beszélgetésnek. Egyrészt, hogy oldják a parentifikációt, egy óra kicsit mélyebbre menését, illetve megnézzük, hogy kik azok, akiket infantilizáltak a szüleik. Hosszú lesz a lista, így van. Lassan 50 körül mozgunk, srácok, 50 körül. Jövőre. Azt a mindenség itt neki. És még látunk, hallunk, ugye? Hogy mond? Ki van itt? Ki van? Nagyjából. Az 50-ből 35 év a zenekar. Azért az nagyon komoly, gyerekek, az nagyon komoly. Figyelj, lehetett volna mást is csinálni tínédzserkorban, de mi úgy gondoltuk, hogy ezzel töltjük el a szabad időnket. De hogy mondta, kiszeltünk, de annó? Mi volt? Ripicsi. Kicsoda? Ripicsi. Azt mondta rád, kiszeltünk, hogy Ripicsi. Szerintem az országban te vagy az egyetlen, aki ezt még nem látta. Ripicsi. Most azonnal keressél rá. Erre most keressél rá. A Balázs egy normális ember. De tényleg. Én úgy foglak így bolygómban. Ripicsi. Van, de itt van egy picit. Ja. Bocs, elindíthatunk egy licitet itt nálatok? Licitet? Ti mit hisztek ebben, hogy ez működik? Igen, mi hiszünk ebben, hogy a rádió hallgatók, mert hogy te mindig úgy köszöntöd meg, úgy szólítod meg a hallgatókat, hogy drága hallgatók. Úgyhogy azért gondoltuk, hogy idehozzuk az Animal Kennedyből az új lemezének egy példányát majd licitre, hogy hát, ha tényleg szeretik a drága dolgokat, és hogy ilyen adakozó jelleggel SMS-ben próbálnak rá licitálni. De ne ezt beszélj meg, azt mondjátok meg, hogy mi az, amit nem mondtatok el a közönségeteknek. Ami most beletrott szorulni a 19. albumba. 19. album, ugye ezért vagytok itt. Így van. Képzétek el, október 19-én, pont egy hónap múlva, most szeptember 19-én, lesz egy fantasztikus, és már elkészült, már gyárban van, és genyók vagyunk, mert csak 19 darabot gyártunk le belőle, mert nagyjából 35 darabot adnánk ebből, de inkább legyen csak 19, jól hangzik. Meg a kedvenc számunk a 19, és ezen a lemezen, hát mondjuk el, hogy Kuka MC is, és jó magam is, nagyon kitárulkozunk. Tehát aki kíváncsi a belsőnkre, az most, ugye? Sőt, én most kell, hogy szint valljak, nagyjából egy éve, én most már lelkes rajongótok vagyok, meg hallgatótok vagyok reggelente, és
egy csomó inspirációt adtatok egyébként témákkal, meg mindennel a dalokhoz. Mindenki a szerelemről, meg terápiás tudom. Jelleggel írja ki magából a dalokat, de nem ti egy csomó minden más. Például az általatok nagyon szeretett és sokszor használt SMK kifejezést is. Én egy kicsit más köntösbe van bújtatva, egy dal, van egy komplett dalt írtam erről, csak ott más nem szülői munkaközösség, hanem szülői mókaközösség, amikor összetartanak a szülők és kiventillálják magukból a gyereknevelést. Úgyhogy ehhez adtatok táptalajt, úgyhogy abszolút van köze hozzátok is. Hát van egy másik szépen. Is, hogy az meg a Placona Max, aki a éppen futó híres embereket, hiteles embereket próbálja meg díjazni, és nem csak szapulni a celebeket. Tehát, igen, mert mi szeretjük a celebeket, mert csomóan szígyek őket, hogy elverik a pénzt, meg hülyeségeket beszélnek, meg hülyeségeket csinál, de szerintem szeressük őket, mert híres emberek. Én nem olyan, hogy lennének gombázva? De én azt érzem. Csak kiszúrta. Mikrodózis. Ez egy mikro? Ahogy ezt így tolják, nekem egy 97-es Viva TV-s interjú jut eszembe. Nem, meg imádok benneteket. Hát, nagyon jó. Én csak azt hiszem, hogy Beyoncé ezt hallgatja, most azt mondja, a picsába. Nem egyébként azért jöttük, hogy egy célzottan... Letaszítottak a igen, sor! Igen, tehát hogy vége a Queen Bee-nek vége. De egyébként azért jöttünk célzottan még ide hozzátok, mert hogy ugye csak igazi mai slágerek mennek. Tehát, hogy még a retróságunkon kívül azért nekünk vannak új gondolataink, és új lemezt is hoztunk. Meg hogy arra gondoltam, hogy tényleg most, hogyha itt elindul a licit, akkor hát ha te is dobsz egy bitcoint, most van a Vikinek szülinapja, tehát hogy azért meglephetnéd. Egy bitcoin a nevezetek, azért nem kértek el, hogy most egy bitcoin ez a 63 ezer dollár a bitcoin azóta, mióta Fed bejelentett, hogy kamatot vág, úgyhogy nem most kérjetek bitcoin, mert most nagyon megindulunk fölfele. Akkor holnap, jó? Holnap, jó? Holnap 65. Oké, de hogy akkor mi ez a kevés szám? Tehát miért ennyiben nyomtátok, vagy mi ez a 30? Igazából van egy kettőség, a kuka az nagyon tárgymániás, én pedig nekem tárgyingerem van. Tehát, hogy másnak hány ingere, nekem tárgy ingere. És a mai világban szerintem... Ezt itt szapulják. Figyelj. Mindenkinek a saját keresztül. Látom, kigúvattak a szemei. Nem tudod bent tartani. Igen. Hogy minden nem is mondom fontos. Nem hogy mondom. A lényeg az, hogy a legdurvább dolog ugye a fogyasztás, amit meg kéne egy picikét mindenkinek önmérsékletre inteni magát. Jó, nem rá, akkor Balázsra. Igen. Kevesebbet fogyasszál, légy szíves, mert az a megoldás mindig, hogy nem gyártunk sokat, és akkor kevesebbet fogyasztunk. Meg nem veszünk sokat, és akkor nem fogyasztunk sokat. Mondjátok meg azoknak a mosogatógép gyártóknak, akik úgy gyártják a szarjukat, hogy 3 év múlva tönkre megy, hogy vegyek újat. Én megveszem kedves az újat, de régen 10 évig tartott. Elmentek te jó büdös csába, hogy 3 évente kell venni egy új szart, mert direkt úgy csináljátok meg, hogy elromoljon. De ez a csak 2 év garanciát adnak, hogy vegyél még plusz 1 évet, és majd akkor romlik. Én mondom megoldást erre. Az első nap elromlik. Mondom meg, szivacs. Ez a megoldás. Szerintem az a probléma, hogy amivel meg kell küzdeni a te mosogatógépednek, azt egyik sem bírná. Lelki alapon megy tönkre, én ezt egyébként tavaly évben jelentettünk meg egy válogatás bakelit lemezt, illetve 2, amit 1000 példányban jelentettünk meg, az 5 nap alatt elfogyott. Úgyhogy nem kaptunk vérszemet, hogy ennyire menők lennénk, meg mindent. De ezért a Tesco elővásárlás, hogy hol? Nem, a bakelit nem, ahogy megjelent, már vitték egyébként. És akkor 1 hétig vezettük az eladási listát. Nem és nem is akartunk direkt utángyártani, mert ennek akkor van meg a kultikus jelentősége, hogyha ez tényleg csak 1000 példányban jelenik meg. Ebből is Frank Sinatra. Igen, de azt értjük egyébként, hogy a bakelitnek volt, meg van egyébként egy ilyen reneszánsza, de most direkt a CD-re megyünk rá. Tehát akinek még van a rádió, az autójában CD-játszó, vagy CD-lejátszó otthon, CD-n jelentetjük annyira meg ezt a 19-et, úgyhogy és azért... Mi lesz ebből amúgy USB? Nem. Blokkazetta. Figyelj, USB mellé nehezen tudsz adni ilyen bukletet, tehát azt a CD-ben kapható könyvet, ahol a szövegek is ott vannak. Meg mindent, az első lemezünk is 95-ben CD jelent meg, most már végigvisszük, ez a kicsi, ami hátra van, nem? 30 darab. Mit? 30 ilyen darab. Ilyenkor, ami hol váltsunk? 30 darab összesen? 19. És ma itt az egyikre lehet licitálni, úgyhogy nézzük meg, van-e licit? Van. De mi van? De ez SMS szám. Segítem. Van, aki 25 deka felvágottat ad érte. Melyik fajtából? Hova fut a licit? Hát aki legtöbbet mondja. Igazából az oligarchák miatt jöttünk elsősorban, akik meteket hallgatnak, milliárdosok. Igen, és külföldre szakadtak, és nem tudnak. Hát ezt kell hallgatni mindenket, nem? Nem tudni sírva. Tehát a legnagyobb összeggel ennek ajánljuk föl, és a legnagyobb összeggel ti mit csináltok, elrakjátok. Nagyon helyes. De igen, de most rosszul hangzik, de hogy mi mindegyik dalhoz, tehát 19 darab klippet szeretnénk készíteni. 19-et? 19-et, tehát mindegyikhez szeretnénk. Betegek vagyunk, tudod jól. Hát 19 klippet fogtok leforgatni. És hogy ehhez azért... Annyi dal. Ez azért nem a gyerek
gyerekektől vennénk el. Tehát, hogy azért ez jó, hogy van. Új kell, új ruha kell a gyereknek. De gyerekek, aki most licitál el a remezre, az hozzá erről ahhoz, hogy a 19 klip az megvalósuljon. Mégse lehet elvenni a gyerekektől. De azt is mondjuk el, hogy 19 darab CD, és nagyjából most tartunk 2,5 milliónál, ami a hangfelvételeket illeti. Tehát, amit mi egy darra ráköltöttünk, meg a gyártásra. Egy dal, két és nem, az egész. Tehát 19 dal, hogyha csak 100 000 forintot számolunk egy dalt, ami szerintem alul, nem mondom mennyire csináltuk, de alul van lőve, plusz ugye a lemez legyártása, az is egy költség, hiába csak 19 darab. Nem, hát a licitálásból igazából össze fog ez jönni. A navosoknak mondjuk. Tehát, hogy igen, és adunk számlát róla. Jó, mennyi a kikeltési ár, már van egy 20 000 forintos ajánlatunk. Hoppá, csak mondom. Nem rossz. 20 000 forint, eddig a legtöbb, mi mindig csak összeget mondunk, vannak tárgyeremények, de az nem érdekes, tyúkot ajánlanak féldisztot, de van 20 000 forintunk, itt tart most a licit jelen pillanatban, illetve van Gábor által is egy 20 000-esünk, egyelőre tovább mondjuk nem mondjuk egy picit csavaros a sztori, mert ugye 19 darabot csinálunk bőle, de abból 8 darab kapásból a készítőké. Kuka MC, Ricsi P, Dezső Balázsé, Gergely Évája énekel rajta, tehát 11 darab maradt már szabadon, amiből kettőnek már megvan a gazdája, mert már volt két licit. Te mondtad, hogy nagyjából lőjük be, az első darab, amit még a közösségi médiában így meghirdettünk, az 100 000 forintért kelt. 105 019 forintért, egész pontosan. Édesanyjádnak ez nagy kiadás volt? Nem, de a szomszédok összedobták. Nagyon jó helyre, mert az a rajongónk, az tényleg, aki licitált, az egy hát Miskolc környéki rajongó, aki egyébként tényleg mindenhol utazik utánunk, tehát volt már Sopronba taxival, mert lekéste vonatot miattunk. De már Erdélyben is integetett a nézők soraiban, mert szeret minket, és jön utánunk, ahol fellépünk. A másik pedig egy viszonylag, hát hogy mondjam, frissebb rajongónk, aki csak 3-4 éve, viszont ő is szinte minden koncerten ott van, és aktív az online médiában, úgyhogy az első kettő az jó helyre ment. 25-nél tart a licit, csak szólok, illetve van egy 50 000-es licitünk is már. Bálint beküldte az 50 000-et. Jó, hát várom, hogy mikor nyúlsz a telefonodhoz. Te is. Mondjuk el egyébként SMS számot el lehet mondani? Igen, vagy föl is hívhatnak minket egy licittel, egy jó licittel, vagy 50 nem? 50 ezernél vagyunk, 0-23-101 az SMS számunk. Szerintem ez jó, de egyébként tényleg nem az a cél, hogy sok pénzt kapjunk, de jó, hogyha sok pénzt kapunk, hanem maga az, hogy tudunk erről beszélni egyáltalán, hogy még mindig CD formátum. Te mikor vettél utoljára CD-t egyébként? Úristen. Miért? Nincs lejátszó. Én lejátszom sincs. A kocsiban sem, nem tudom lejátszani sehol. Tehát nincs nagyon cél. Nem vagyunk be, hogy mi is igazából 12 évvel ezelőtt hallgatunk utána a CD-lemezt, nem? Vagy? Nem. Most a hétvégén is hoztál a kocsiban. Igaz, igazad van. Na, de egyébként arra gondoltam, hogy akkor egy picit felpörgessük a licitet. Igen. Hogy én még rádobok valami. 55 ezernél van a licit, csak szólok. 60 000. Nem? Hogy nyáron volt egy DJ Oti party, igen, ahova én a fellépő ruhámat saját kézzel rajzoltam meg, tehát a pólóra a mintát, és látszott. DJ Otival dedikáltattam, tehát hogy én ezt mellé adom. Na, most tessék a paszkodni. Egy millió! Azt a mindenségét neki. Millió, szia Emilke! 70 000-nél tart a licit jelen pillanatban. 70 000 a licit. Brazil államkötvény játszik, kérdezik esetleg. Jöhet, abból sok jön. Én ott vanok az M3 kivezető közelébe, úgyhogy ott csak át kell sétálnom. Oda vagy bejelentve te is a KFT-vel. Jó. 70 019 ez a licit. Na jó, és a dalok, oké, az SMK-n kívül miről? Az élet nagy dolgai, az újra felhasználhatóság, a tervezett elavulás, amit már mondtatok. Abszolút. Például a tömegközlekedés. Igen. Nagyon sok olyan dolog van egyébként a lemezen, amit a Kuka tök máshogy gondol, meg én máshogy gondolok. A Kuka hozzá van nőve az autójához, teljesen jogosan, mert a szép autója van. Veled vagyok. Én viszont perverz vagyok, és imádok tömegközlekedni. Ma is vonattal jöttem, és busszal. Le a kalappal, komolyan, hogy ezt valaki imádja. Úgyhogy nem tudják, hogy ki csinál mit, nem? Igen, van egy 100 000-es licit, csak mondom. Van egy 100 000-es licit közben, nyilván a póló miatt. Egyébként nyílik számunkra az olló, mert hogy nagyon kevés olyan zenekar van egyrészt, akik pozitív dalokat írnak, mert a dalok többsége az szeret keseregni, meg panaszkodni, tehát hogy azért ez nekünk már is egy ilyen játszótér, hogy mi lehetünk pozitívak, és egy csomó helyen nem akarunk ilyen okoskodó bácsik lenni, tehát nem olyan az album, hogy a tanárbácsik elmondják. Hát azok tényleg nem voltatok soha, igen. És szórakoztatunk, úgyhogy ez is célja, tényleg nagyon sokszínű zeneileg is, de beszéltünk múltkor egy interjú kapcsán a lemezről, és visszakérdezett a riporter, hogy ez akkor olyan klasszikus 90-es évek bólogatós hip-hop. És mondtuk, hogy nagyjából... Nem, jó, nagyon igen, egyébként van ilyen íze is. Azt mondja, de jó, akkor érteni fogjuk a szövegeket. Tehát hogy egyébként ez is jó, mert hogy a mostani boomer generáció az már nem nagyon tudja felfogni, hogy a mostani zenék miről szólnak, se megérteni. Nem igazán egyébként, tényleg. Egy csomó fiatal előadó van, nem értem, hogy mit mondanak.
De nem is hallom valójában a szöveget. Nem tudom, azt nem tudom értelmezni. Nem, nem jön át a szöveg, hogy miről énekel. A saját generáció sem mindenki érti meg a mostani generációnak a szövegeit. Ezért van az, hogy a mi koncertjeinken számunkra is meglepő módon ilyen fiatalok is eljönnek, és ott csápolnak, és így múltkor is voltunk Makon, és két sikítózó lány ott az első sorban, és kérdeztük, hát ti hogy találtatok ránk? Előttünk volt a judó, a judó volt az előzenekarunk, igen, utánunk megjött az Au Revoir, és mondtak, hát figyelj, nekünk ti tetszetek. Mi a judó az előzenekarotok, az menő azért. Hát úgy volt sorban, ő volt a prime time-ba, persze, és még utána, ja. Aki még fenn van. Jó, de azért mondom, hogy judó volt az előzenekarok. Megfogalmazás kérdése, és jó vagy. Ez így kell nyomni. Úriási, de most így beleleposztam. 119 ezer, csak mondom. 119, beleleposztam a pozitív dalszövegekbe, csak egyet idézek. Gyűlöllek te hype-oszné, te összefüggő zsír. Miért kell neked rám hajtani, hogyha tudod, hogy ez nekem kín? Na, beszéljük, mire gondoltakod? Ez egy 95-ös zalú, csak 29 évvel ezelőtt az emberek inger küszöbe az sokkal máshol volt, mint ma. Ma ezért gyakorlatilag, tehát hogy mi eltemethetnénk ma 10 év börtön. Tehát ez olyan szintű sértés. Ott ülnék mellettetek, higgyétek el. És a 90-es években még működött ez humorként. Tehát, hogy ez egy iskolai kiventillálás volt. Neked volt humoros, haver, neked! Azt akartak, ez milyen jókat kacaghattak ezen az emberek, nem? Egyébként kegyetlenebb, őszintébb, de kegyetlenebb világ volt, amikor mi gyerekek voltunk. Még ez nem az, hogy belefér, de igen, szóval, hogy most ott még azért nem vertek gyerekek fordult, tanárokat. Megnézem a klipet. Hogy találtad meg így ezt a két sort pont? Szerintem az egy régi sebb lehetett, az egy régi sebb. Nem emlékeztem, hogy volt valami, és akkor eszembe jöttem, hogy ennyiből kenyből ez kövér, semmi nem volt, ennyiből kenyből háj, és már ott is voltunk. Angolul tanultunk. Így is de hogy megtalálta, nézzek, hogy megtalálta, igen. 120 ezernél vagyunk, csak mondom, jelen pillanatban 120 ezerrel. Itt reméljük, ezek komoly cidek. Hívanyám, hogy az még kevés lesz. Igen, abban még nincs meg a izé, a bevásárlás. A farhát azért még. Igen, a Kauflandban még nem tud elmenni vásárolni. És azt lehet, hogy egyébként fölhívjuk a legnagyobb licit, tehát hogy valósa a licit? Vagy hogy nem kamuznak? Most leütjük a 120 ezer a legnagyobb, most csak az SMS-eket nézem. Aki legtöbbet ad, oda mi most leütjük. Leütjük, Anna felhívja. Én nem hiszem, hogy kamu, nem rossz fejség lenne kamuzni. Kertévésként csinálsz ilyen félperces visszaszámlálát a szavazásig? Bocsánat. Vagy te nem csináltál soha ilyet? Nem az a stolsok ebben se. 150 ezer, bocsánat. 150 ezer. Ne haragudj, elnézést. Azért presszionálni kell egy kicsit őket. Most mondják a kollégáim, hogy a fülemre, hogy megvan az eredmény. És akit kiszavaztunk. Igen, amikor a tenyerem összeér a tököm tudja mivel. A mappával, emlékeztek? A tenyerem összeér a mappával, akkor megvan, hogy kiesik ki a villából. 129.019 forint. Az már elmúlt. 150 ezer, Laci. Piroshozom, 150. Laci, a Laci adásba tesszük, megpróbáljuk, jó? Tehát jó, itt vagyunk. Szép neve van ráadásul. László. Ugye 120 ezer azt írja, hogy valós, de ne hív, viszont ő ránt már lekörözték 150 ezer. Már nem rossz licit a 150 ezer. Itt van a 179.019. Most akkor mi van? Most akkor lezártuk, vagy nem zártuk? Akkor őt hívjuk. 179. Azt nézem, hogy mikor zárjuk le ez a kérdés? Zárjuk le? Jó, 10 másodperc múlva zárunk. Így van. Jó? Tehát utolsó SMS. 179. Utolsó lehetőség. Utolsó lehetőség. DJ Otis póló. DJ Otis koncertjegy. És oda megyünk, és leütjük. És legközelebb ő kapja a tortát az arcában, nem a DJ Oti. Arról beszélünk egyébként, tényleg túl vagy már rajta? 200 ezer. Bejött a kérdő, lőlő hajója. Nem az kell, hogy milyen hosszú. A rosszdor. Valaki felrakta a rosszdort, oda néz. De az vicces volt, amit a Feri talált, hogy én az első lemezüket kérném, hogy tudjam, hogy kik ezek. Az is jó. Nem a 19-et. Szegény Anna. Jó, akkor azt csináljuk, hogy leütöttük a licitet, szünetbe felhívjuk, hogy szegény Anna is bírja, mert ezt nem lehet követni. 200 ezeres licitünk van, és akkor annyira még maradjatok itt, hogy a szünet után felhívjuk, jó? Hogy valós és jó, adja a kicsit. De jó. Jó? Oké, okay, tudom, 250? Hogy... 250! Na jó, ne! Azért mondom, hogy miért csapjuk le? Tehát akkor mi a vége? 250 a vége most jelen pillanatban. Akkor reklámig, vagy meddig? 200 millió, csak mondom. Reklám után már jövünk az akkori legnagyobb licittel. Jó, tehát reklám alatt a vége. Nagyon izgulok. Hajuk hangodon. Idézd még kérlek abból a dalszövegből, hogy volt? Hogy volt, hogy a kövéreztek bennünket? Ez a pozitivitás, ez átüti az SMK-s inger küszöbet rögtön. Jó, lesz, szép 90-es évek volt. De olyan jó, nem, hogy... tagadjuk le, tehát, hogy volt ilyen. Igen, akit érdek, a zeneszöveg.hu. Jó, gyerekek, ne felejtsük azért, hogy Akszazul is énekelt a Tunyogi Orsival. Voltak ott más megbocsáthatatlan dolgok. Meg a padödővel. Zoli már próbálná felejteni. De szerintem ne adjuk itt fel. Tudom, hogy sötétben minden tehén fekete.
De ő világosban is tehér, és nem áll jól a szemes. Figyelj, voltunk már ilyen buliban? Írtunk már rossz a papírra? És azt mondta, hogy igazából ez egy konkrét megtörtént szituáció. Tehát, hogy volt egy lány, aki a kukára hajtott, és ugye? Dokumentum, ez egy dokumentum. Ez egy kor dokumentum. Egy kor dokumentum, nagyon jó. De látom, hogy nem csak vele volt baj, hanem az orrával, a szájával és a lábával is. De ez már a következő megszólásban. Na, ez már holnap a VM-en. Más volt az esetem, de hát ezt majd a reklám alatt megbeszéljük. Ez már a VM-en holnap szét fogja szedni. Ma kezdünk fél kineskor. Jövünk mindjárt a licittel, 9:30 pontosan. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-10 lesz 6 perc múlva, még az Animal Cannibals itt van velünk. Feri közben elrohant egy rövidre, mármint, hogy neki el kellett menni, úgyhogy ő már nincs, ketten vagyunk Eszterrel, de itt vannak még a fiúk, mert hogy ugye hát megjelenik így, most már tulajdonképpen hányadik album? 19. album. 19. a címe 19. Címe 19, 19. És 19 darabot lehet belőle. Így van. És van egy licit nyertesünk, ha minden igaz, aki itt van. Haló, jó reggelt! Jó reggel, sziasztok! Jó reggel, ciao. Szia, Zsolt. Zsolt, ugye jól mondjuk, hello Zsolt. Így van. Mekkora volt az összeg, amivel megnyerted a licitet? 300 darab, 1000-es. 300 ezer. Ezt megnyerted a licitet akkor, mármint a mit nyert pontosan? Hát egy lemezt. Hát egy nem lemezt. Nyert, hanem megvette. Sorszámozott. Ez alapján fogja beárazni most már. Igen. Egy sorszámozott Animal Cannibals lemezt a legújabbból. Így van, ami október 19-én fog megjelenni, és 19 darabban, úgyhogy azért ez elég komoly dolog. Aznap szeretnénk is a kezébe neki átadni. Hoppá. Zsolt, nagyon fontos, hogy ne tűnj el, ne szívódj föl, összekötünk a fiúkkal, lesz 10 perc, majd egy idegen számról egy hívásod, igen, vedd föl. Az gyanús volt egyébként, hogy nem SMS-t küldött, csak Viberen írt ránk, hogy nincs van kimenőd. Miből lesz meg a 3 kiló? Nagyon fontos kérdés, Zsolt, hogy asszonynak hogy fogod elmagyarázni, mi történt? Azt még nem tudom, arra még kíváncsi vagyok, de mindenképpen megoldjuk. Arra még kíváncsi, azt mondja. Nagyon jó, hát elmondom, az egy sűrű nap volt. 3 kilóért vettél egy Animal Cannibals lemezt. Kora reggel. És még 10 óra sincs. Hosszú még a nap. Hosszú még a nap, ki tudja még milyen be. Nagy császár, ez bármikor feltűnhet. Így van, Zsolt, király vagy. Hívnak a srácok, nem sokára összekötünk benneteket. Köszi a licitet, jó? Rendben, köszönöm. Ciao. És jó egészséget kívánunk, hogy ezt az egy hónapot még mindenki utapon óvatosan. Jó? Egek, azért ma meghallgatnám a beszélgetést otthon. Ülj le, drágám, van valami, amit mondanom kell. De ezzel most rövök. Mi van akkor, hogyha azt mondja, hogy de jó, csak ennyi, de jó, szuper vagy. Simán lehet, hogy örül egyébként. Vagy tudja, hogy ő is kap akkor valamit. Vagy tudja azt, hogy ez a Bitcoinnál is jobb biznisz, mert lehet, hogy már most duplaját éri. Hát, én látom a szalagcímeket. CD-vel a hátában találtak rá, a közökörű vállalkozóra. Igen, Zsolt. Há, Zsolt. Rákos pusztai lakos. Igen. De nagyon örülünk neki, hogy nem kamu volt végre a licit, vagy legalábbis így a hangja alapján. Nem, valódinak tűnt. Nagyon köszi, hogy itt voltatok. Egy elindulós kávé. Végre. Én írok valami gyűlölős számot, akkor majd... Egy ilyen teszégyenítőset, nem írnátok? A szemüvegesekre. Vagy a szakállasokat. Vannak magas szakállas nők. Igen. A szemüvegekkel. Azt írják, Zsolti egy kicsit impulzív vásárló volt. Egyébként. Jaj, de szeretem. Srácok, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Akkor október 19, és akkor a 19. És megy a póló is, természetesen megígértük. Megy a póló, az ott is póló is. De köszönjük, hogy itt voltatok, srácok. Azt még miért nincs meg? Ott jönnek a himnusza. Csak mondom, hogy vannak zenekarok, akik bejelentkeztek, hogy írnának egy dalt, mert tudják, hogy lehet, hogy a bulinak lesz folytatása. Igen, az egy újabb licit nálam. Rolling Stones, Queen. Igen. Brian May hívott a zenekarok. A nyali fali zenekarok. Hát egy dalt. Van egy furcsa érzés, amikor egy középkorú férfi öltögeti a nyelvét egy másikra, hogy nem, hogy... Kivert a víz? Kicsit, hogy valami, igen. Valami történik. Na, puszi gyerekek, mennünk kell. Jó, fontos dolgaink vannak, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, Bibók Beával az ellopott gyerekkorról beszélgettünk. És a Magdiról majd akarsz majd mondani. És a Magdisztorit elmesélem, igen. Illetve az Ig Nobel díjasokat is átnéztük. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Mondhatni, hogy a parentifikáltak, aki szerintem egy generációt érint, mert valahol a mi generációnk szerintem egy kicsit mindenhol az olyan szülői feladatokat ellátó gyermek, aki erre még nincs kész, egy olyan felelősséget cipelve a hátán, ami kiemeli őt a gyerekkorból, és egyfajta felnőtt státuszba helyezi, és bizonyos élethelyzetekben egyfajta megoldó képletet kialakítva felnőtt létezést él még gyerekként. Ugye, igen, jól értem? Így nagyjából van, így összefoglalva. Összefoglaltad, de hogy ez úgy nyilvánul meg, hogy ez a gyerek észre sem veszi, hogy ő mit csinál, számára ez válik természetessé, és ez a csapda, hogy én azt szoktam mondani, hogy parentifikáltnak van plusz 25 éve.
Tehát tulajdonképpen ő olyan tempóban nő fel, és az egy nagyon érdekes kulcs történet, hogy amikor a gondolkozás fejlődik, akkor neki muszáj rendszer szinten gondolkodnia, tehát ő nem hagyja el a dolgait, úgy megy ki a szobából, hogy közben három poharat megfog, és ha már kimegyek a konyhába, akkor azt is elintézem. Tehát olyan rendszereket hoz létre, hogy nagyon hatékonnyá válik, és ez számára természetes, és ezt kezdi el a szülő használni, és ő támogatja a szülőt, magyarul nem lehet gyermekkora, mert a szülő válik gyereké, és ő felnőtté, aki megoldja a problémákat. Egy dolgot biztosan tudunk, hogy te nem vagy parentifikált. Én szerintem az vagyok. Micsoda. Maga a rendetlenség, elhagysz mindent. Nem ebben van. Hát itt voltak a jelek. Na, javaslom, eldöntendő lesz a piros könyvem, az ellopott felnőtt kor, ami október végén, november közepéig valamikor meg fog jelenni, hasonló a borítója, mint a kéknek, csak piros, és ott a bent tartott gyerekekről beszélgetünk, akiket túlajnároz az anyuka, kiteszi az zoknit, kiteszi az alsót, szedi a levest a tányérba, és ők pedig infantilizálódnak, aztán ők nyilván az majd olyat választanak, amikor a pár is ezt fogja csinálni. És ők az infantilizált gyerekek, és erről szól a másik könyvem, és ez egy rendszert alkot egyébként, a két könyvet egyszerre érdemes egyébként mind a kettőt elolvasni, mert ez egy rendszer. Igen, azért nagyon érdekes egyébként elolvasni a könyvet, mert az ember egy csomó mindent felismerhet, hogy hol vagyok elakadva a felnőtt korban, ami ugye a gyerekkoromból indult. Mindenki terápiázandó dolgot, sérülést, traumát, azt a gyerekkorban szedjük össze, ami nem is lenne baj, vagy nagy baj, csak aztán ahhoz képest olyan minőségbeli felnőtt kort, párkapcsolati kötődést, csatlakozást tudunk megélni. Tehát mindennek valahol oka van, és az visszavezethető a gyermekkorra. Azt jól értettem, ugye, hogy elmondhatod, hogy ennek van egy csomó előnye felnőtt korban, hogy nagyon jól működik egy parentifikált, ugye, hogy nagyon összpontosít, nagyon teljesítménykényszeres, megold mindent, egyben tartja a családot. Ez mégis jól is hangzik, megfogalmazódhatna a kérdés, hogy oké, de mi ezzel a baj? Hát fókuszált vagyok, összetartom a családot, rendben van minden. De ugye és nagyon sikeresek. És nagyon sikeresek. Elképesztő. De ugye a parentifikáltak azért égnek ki, mert közben a saját szükségleteiket, igényeiket, saját magukhoz való kapcsolódást, azt nem, hogy nem élik meg, nem is tudják valójában, hogy mekkora árat fizetnek azért, hogy körülöttük mindenki jól legyen. Így ugye, van, hogy azért ez nem egy dicsérendő dolog, hogy milyen jól üzemeltetik az életüket, de közben ebben ők kiégnek és tönkre mennek. Igen, egyébként mindenkit óvok attól, hogy a parentifikáció fogalom az egy ilyen óriási pozitív fogalom hát, má váljon, mert hogy ez egy nagyon látványos rész ennek a kötődésnek, de egy önszabotás történik. Tehát amikor bejön hozzám egy kliens pár, és ezt a sztorit elmeséltem néhány szóval, nagyon jellemző, a nő zokog, egy kicsit úgy néz ki, mint egy kimustrált takarítónő, és nem szeretném lebecsülni a takarítónőket, de ilyen nagyon-nagyon fáradt kinézete van, kiderül egyébként, hogy öt diplomája van, és bejön egy úr mellette, aki kipihent, barnára sült, selyemsál a nyakában, szépen elhelyezkedik a kanapén, és megkérdezem, miért jöttek. A nő azt mondja, hogy teljesen ki van merülve, és minden feladatot ő végez a családban. A férfi azt mondja, hogy ő nem tudja, miért jöttek, mert nagyon-nagyon jónak tartja a kapcsolatát, ő köszöni szépen, nagyon jól van. Nyilvánvaló, hogy a nő magára vállal minden feladatot, és aztán ki is derült, amikor részletében beszélgettünk a párkapcsolatról, hogy nem húz határokat. Tehát konkrétan nincsenek én határai, és ami a másiknak a szükséglete, az teljesen automata üzemmódban kielégíti, cserben hagyja önmagát, a másik halálosan jól él, el van kényeztetve, kis pocak is van, a nő ilyen vékony, mint a kis ujjam, és elbillen a kapcsolat. És akkor érkeznek, amikor halálosan elfáradnak, és nem tudják, mi a baj. Nem látják, annyira természetes ez a működés. Anatómia. Itt az anatómia. Roman Konzari professzor a Párizsi Egyetem Kórház koponya és arsebésze kapta, mert megállapította, hogy a legtöbb ember hajában található forgók az óramutató járásával megegyező irányba hát forognak. Hát nem hiszed hát el, hogy ennyire jó arc. Hosszú évek kikutatta, a déli féltekén az óramutató járásával ellentétes irányban gyakoribb a forgó. Akkor ez ugyanolyan, mint a lefolyó. Tudod, hogy itt így folyik nálunk, és a déli féltekén fordítva folyik le a víz. Ebben hosszú évtizedek vannak, tehát ez nem az a csáv, hogy fél évig ezzel foglalkozott, publicisztikákat írnak. Kémia kategóriában francia és holland kutatók
az alkohollal itatott giliszták viselkedését hasonlították össze azokkal a fajtásaikkal, amelyik a szokásos táplálékot kapták. Zseni, gyere! Zseni! Ő szerintem ők az igazi harcosok, akik azt mondják, hogy 30 évig kutattam, ami nettó hülyeséget. Mit csinálsz? Alkohollal itatom a gilisztáimat. Én azt szeretem ebben, hogy ez kvantitatív és kvalitatív egyszerre. Igen. Minden tud. A kísérlet során összeengedték a józan és leitatott gilisztákat. Arról készítettek elemzést, hogy mennyire egyszerű szétválasztani egymástól a különböző állapotban lévő állatokat. A díjátadáson a kutatók giliszta jelmezén jelentek meg, egyikük ittasan, a másikuk józan állapotban. De menő! Igazán jó arcok. És még be is öltözöl gilisztának. Igen. Az amerikai James Liao az élő és döglött pisztrángok úszását tanulmányozta. Megállapította, hogy a folyóban sodródó élettelen pisztráng egy nap alatt ugyanakkor a távolságot tesz meg, mint az élő. Teljesen a különbség annyi, hogy az élő fontos. Pisztráng sokat úszik keresztbe a vízbe. De ez mennyire rossz fényt vett, amely az élő pisztrángoknak az egész munkamorájára, amit beletesz, nem? Hogy mi a francnak? Na mit küzdesz, érted, akkor ugyanazt, amikor, mint a döglött lennél? Nagyon, de iszonyatosan jó arcok. Valószínűség számítás kategóriában több nemzet szakember részt vettek. Hollandok, svájciak, franciák, belgák, csehek, németek, magyarok, a neveket nem hozták nyilvánosságra, akik azt bizonyították be, hogy egy pénzérme a feldobás után nagyobb valószínűséggel esik arra a felére, amelyiken a feldobás előtt volt. De ez beigazolja ezt a mondást, hogy what comes around, goes around. Tehát ahonnan indulsz, gyakorlatilag érsz vissza. Igen. Nekem azt mondta valaki, és nagyon okos ember volt, hogyha nem tudsz eldönteni egy élethelyzetet, hogy mit csinálj, akkor dob fel egy pénzt. És a feldobás pillanatában figyeld meg, hogy melyiknek örülnél jobban, amikor leesik, mert azt akarod valójában. Mennyire zseni. Fiziológia kategóriában Ig Nobel-díjjal tüntették ki azt a japán és amerikai tudóst, akik bebizonyították, hogy a nagyobb termetű emlős állatok képesek az ánuszokon keresztül is lélegezni. Igen, ez rám is igaz. Fogva szállt. És még mindig magánál van. És egy kilégzés volt, és nem ott, ahonnan vártad. Eszter! Honnan jött? Már lezárult a kísérlet. Ne köhögj, ne köhögj már! Eszter! Engedd már el a száját! Eszter! Azzal gondolkozom, hogy mit számít nagynak egy emlős? De egyébként tényleg is, hogy vizsgáltam? Meg hogy jut eszedbe egyáltalán a föltevés? Induljunk el innen. Igen. Látsz egy elefántot. Befogod az ormányát, és hallgatózol a seggénél? És mindig. Voltak posztumusz díjakat is. Egy 90-ben elhunyt csávónak azért adták, hogy ő azt vizsgált, hogy lehetséges-e galambokat felküldeni a világűrbe. És elismertek egy amerikai posztumusz díjjal, aki még a 40-es években azt állapította meg, hogy a tehenek több tejet adnak, ha a hátukra ültetnek egy macskát. Figyeld, aki ilyetében leugrik, amikor a közelében kidurantanak egy papírzacska. Hát én imádom ezeket az arcokat. A legjobb fejcsávok a világon. Most ugorjon le a macska, nagyon jó. Ijeszd meg a macskát. Ez az. Hány papírzacskó, hány tej, hány liter, hány macska, gondold el, mit szakköröztek ezek, mire ezek rájöttek erre. Milyen idegben volt a tehén a végére. Balázsék a Rádió Egyen. Hívjuk már is a naphallgatóját, már csak kettecskén, Feri elrobogott 9:30-kor, de holnap már újra lesz. Jön csak mi? El kellett mennie. Hello, azt énekelted reggel? Hello, Lion Ericsi. Looking for? Igen. Balázsék, jó reggel, ciao. Halló, Balázsék. Ah, jó. Ez. Írtál nekünk SMS? Jó helyen vagyunk? Persze. Most már ott a... Támadhatatlan ez a stratégia. Hogy megváltatott a hangot, az előbb nő voltál. Hogy hívnak, hello? Péter vagyok. Péter, az előbb az asszony vette föl? Igen. Nagyon szabadában. Mi történik? Mi történik? Merre vagytok? Hol hallgattok minket? Veszprém megye. Veszprém megye, jól van. Akartok menni darts bajnokságra? Hú, ha jó lenne. De akkor megmondom, mit nyertetek, figyeljetek. Gratulálunk. Az önnyereménye egy két fő részére szóló napi egy a Hungarian Darts Trophy szeptember 22-i versenynapjára az MVM Dome-ba. Na mit szólsz? Hú, hát nagyon szépen köszönjük. Mit csináltatok éppen, mikor megszólalt a telefon? Hát az autóval kilózok. Autóval kívül. Na jó van, küldjük. Azt írtatok, nekünk Bali, ne fizessetek büntetést, az MHH-nak vegyetek bérletet. Egyébként ez egy jó duma.
Igen, ti vagytok köszönöm a naphallgatója. Szépen. Köszi, ciao, sziasztok, küldjük. Köszönöm, sziasztok. Hát, ciao, ciao. De jó lett volna még velük beszélgetni, egy kicsit ebben még lett volna. Igen, azt ugye, hiszem én sem. Igen, csak mennünk kell. Volna jó kérdés. Na, jövünk holnap, puszi, én sziasztok. Én nem jövök, hétfőn jövök, sziasztok. Így van, sziasztok. Nagyon ott volt. Balázs és Feri most elhagyja a stúdiót. És persze kivallagnak a kis Móglik is. Juli, Zsül, Anna, Laci, Viki. Na, gyerünk, gyerünk. Kapkodjátok magatokat, kifelé gyerekek, jön Györke Ati, és jönnek az igazi mai slágerek.